Sziasztok! Ez itt a Hiperkocka 15. adása. A stúdióban Cebe Gábor. Sziasztok! Csányi Lilla és Murányi Pál. Sziasztok! A mai alkalommal egy kis meglepetéssel készültünk nektek. Egy rövid RPG játékon keresztül fogjuk bemutatni, hogy milyen is valójában ez a szerepjáték. A szabálykönyvet megtaláljátok a leírásban. A mesélünk Gábor lesz, ő fogja nektek ismertetni a játék felállását, illetve Pali és én leszünk a két játékos. Gábor, akkor mesélj nekünk egy kicsit a játékról. Ez egy nagyon egyszerű kis játék lesz, ami egy ilyen rövid alkalomba belefér, meglehetősen sablonos is, és a szabályaink is igencsak egyszerűek, hogyha megtekintitek őket, akkor láthatjátok. Két hős kalandozónk egy kalózhajón teljesít éppen szolgálatot. A Talizmán nevű hajó, bár kisméretű, azért mégis sok-sok nagyobb kereskedő bárkának okozott már igen kellemetlen perceket. 15 fős legénységével igencsak hatékonyan tudja lerabolni az ártatlan hajósokat. Az egyik kalandjuk alkalmával a legénység tagjai egy kereskedőt szorítottak sarokba, aki szabadon engedésért cserébe egy meglepő kincsel ajándékozta meg őket. Ez a kincs pedig egy kincses térkép volt, amin legalábbis, hogyha hinni lehet a ráírtaknak, egy régen elhunyt híres kalóz, Kargasz a vérivó kincsének a rejtek helye volt fellelhető. Ez már csak azért is nagyon érdekes, ugyanis Kargasz a vérivó a több száz évvel ezelőtt élt, és a legendák szerint bizony igencsak különös figura volt, mindenféle mendemonda járja róla, kanibál volt, vámpír volt, sötét erőkkel cimborált, és mindegyik legendában említve van, hogy igen-igen gazdag is volt. Talán azért ennyire népszerűek a róla szóló történetek, mert a végük nyitott, ugyanis Kargasz egyszer csak eltűnt. Nem fogta el a birodalmi flotta, nem ölte meg egy másik kalózvezér, hanem egyszer csak egyik napról a másikra nyoma veszett neki is, a hajójának és a legénységének is. A Talizmán legénysége rögtön izgalomba jött, bár már az első pillanattól voltak olyan hangok, akik szerint hát jobb lenne ezt hagyni a fenébe, semmi jó nem sülhet ki, holmi elátkozott kincs után való kajtatásból. Ahogy közelített a kis hajó a neve nincs szigethez, amit a térkép jelölt, úgy fogyott a lelkesedés, és amikor a térkép által jelölt öbölbe befutva, az áttetsző tengervízben megpillantották több tucatnyi hajónak a roncsait, akkor kezdett a legbátrabbaknak is az inába szállni a bátorságuk. Végül csak négyen maradtak, akik viszont minden áron meg akarták szerezni a kincset, vagy legalábbis megnézni, hogy igazak-e a legendák. Ráadásul a négyből kettőnek a hajón kell maradnia, hiszen fennáll a veszély, hogyha valamennyien partra szállnak, és még meg is szerzik a kincset, mire visszatérnek, a többiek már felvették a nyúlcipőt és elhajóztak. Így aztán Táncos Ravál a kapitány, akit a kalóz nép féktelen jó indulatából nevezett így, miután elveszítette az egyik lábát és azóta falábbal él, magát és a fedélzetmestert jelölte ki arra a feladatra, hogy fenntartsák a rendet a hajón, míg a két legbátrabb legénységi tag csónakba ül, és megnézi, hogy mi is van ezen a szigeten. De ki is ez a két legénységi tag? Halljuk! Én egy Karalini Bastian nevű karakternek a bőrébe fogok bújni erre a játékalkalomra. Őről azt kell tudni, hogy
egy középkorú ember férfi, külsejét tekintve egy cserzett bőrű, beesett arcú, vékony fickó, hatalmas karvajorra és göndör fekete haja emeli ki világító kék szemét. Öltözködése elegáns, de nem hivalkodó. Kalandos élete volt Bastiannak, bejárta már a félvilágot különféle hajóknak a fedélzetén. Szép summát is összegyűjtött magának az évek folyamán, de nem telepszik le, mert a tengeri hajózás, a kalandok keresése az ő élete. Jellemét tekintve egy derús, vidám, jó társasági figura, könnyen feltalálja magát, bár a konfliktusait inkább trükkökkel vagy varázslatokkal szereti megoldani, mint harccal. Szerencsejátékos figuráról van szó, és igen, négy varázslatot ismer, a parancsvarást, a békjóvarást, a hangutánzás varázslatot és a majomkarok varázslatot, amennyiben valamelyikre szükség lesz a játék folyamán, akkor majd részletesebben is kiderül, hogy mik ezek. És a te karaktered, Lilla? Az én karakterem egy Selena Balmore nevű, szintén emberfajú, bár a te karakterednél lényegesen fiatalabb, egy 25 év körüli hölgy. Nem különösebben magas, de szikár, olyan karamell színű bőre van, hullámos fekete haja, barna szeme. Ő egy neve nincs faluban látta meg a napvilágot, ahol már hamar kalamajkákba keverte őt a hirtelen haragú, ami a szívén, az a száján jelleme, és kíváncsisága, illetve kalandvágya. Hát nem is tudott túl sokáig megülni ebben a falucskában a fenekén. 16 évesen megszökött innen az első kalandozóval, akivel 4 évig járta a világot. Ettől az úriembertől tanulta meg az önvédelem alapvető módjait, illetve természetesen azonnal beleszeretett a szerencsejátékokba, amihez egyébként egyáltalán nem ért, és kifejezetten rossz benne. 20 évesen látta meg először a tengert egy kikötővárosban, ahol jellemének megfelelően azonnal szerelembe esett a hajókkal, a hajózással, és a útitársa minden tanácsa ellenére gyorsan el is szegődött egy kalózhajóra. A talizmánon körülbelül másfél éve szolgál, ami hát kezdetben egy kényszer volt számára. Éppen aktuális kikötővárosban balszerencséje Bastianba botlott, ahol elveszített egy fogadást, és így kötött ki a talizmán fedélzetén, de mára már szívébe zárta a legénységet. Van neki egy gúny neve is, a székláb Selena, ezt akkor kapta, amikor a talizmánra került, és hát bizony-bizony volt a legénységnek egy-két tagja, aki úgy gondolta, hogy feltétlenül azonnal hevesen udvarolni kell neki, de hát ezek a fiatal emberek azóta hiányolnak néhány fogat. A Bastiannal való viszonya viharos. Tehát általában, ha ők ketten egy helyre kerülnek, ott heves szócsaták, maró gúny fogja felütni a fejét. Át is adom a szót ezennel Gábornak. Egymás arcát nézitek, ahogy a kis csónak eltávolodik a hajótól. Két másik tengerész, Tomár és Zilla ülnek veletek, ők eveznek, és láthatólag nagyon-nagyon szeretnének már visszafelé evezni. Alattatok elsuhan a mélység, és valóban az átlátszó kristálytiszta vízben jól látható a itt balesetet, vagy szörnyű véget ért hajóknak a roncsa, és ahogy közeledtek a parthoz,
bizony egyre több fehéres, szürkés csontváz is. Hát én nem Szelena arcát nézem, hanem a hajót és a legénységet, akik gondolom a korlátlan tömörülnek, és figyelik, hogy mikor nyel el minket a bal sors. Sűrűn köpködök az irányukba. Én sem tartom túl sokra Bastian arcát, és a csontvázak sokkal inkább lekötnek. Ez esetben dobjál intelligenciára. Sima? Normál? Igen. Átlagos nehézségű a próba. Megvan. Tanulmányozod a holtakat és a hajóroncsokat is, és egyre inkább gyökeret ver benned az a meggyőződés, hogy ami itt történt, az egyrészt régen történt, ez eléggé világos abból, ahogy a tengeri moszat és a tengeri élőlények birtokukba vették a hajóroncsokat. Másrészt pedig valószínűnek tartott, hogy nagyjából egy időben pusztulhatott itt el az összes hajó, ami itt alattatok nyugszik. Tehát nem az történt, hogy az ide látogató hajók egytől egyig valami szörnyű katasztrófa áldozatául estek, hanem valamikor régen történhetett itt talán egy nagy csata, vagy valami nagy és rettenetes esemény, aminek hatására itt sok-sok hajó elsüllyedt. Főleg Tomárnak szegezve megjegyzem, hogy fura, hogy senki nem próbálkozott jó ideje eljutni erre a szigetre. Vajon mióta keringhet ez a térkép kézről kézre? Vagy eljutottak, csak nem tértek vissza? Nekem úgy tűnik, hogy ezek nem friss áldozatok. Lehet, hogy valami tengeri ördög elrohasztotta őket, hogy úgy tűnjenek. Ma, azok olyanok, bólogat Zilla is a háttérből. Ezt válaszra sem éltatom már. Nagyon sóhajtok, de én sem. Bastian, látod, ahogy valóban a hajók népe a korlátlán tömörülve, egymást bökködve és mutogatva figyel az irányatokban. Gyakorlott szerencsejátékosként azt is kiszúrott, hogy már most többen fogadásokat kötnek odafönt, feltehetőleg arra, hogy visszatértek-e, nem, és hogyha igen, akkor hány darabban. Darren Buck a törpe fedélzetmester vett véget az ingyen cirkusznak, és apró termet ellenére nagyon hatékonyan tud tarkon csapni másokat egy kézreálló felmosó rongyal, és hát így ösztönzi őket, hogy inkább valami hasznossal töltsék az idejüket, ha már így inúba szállt a bátorságuk. Ezt én is látom. Te éppen lefelé figyelsz ekkor. Lassan közeledik a part, és ha már így lefelé figyelsz, akkor tegyél egy érzékek próbát is, légy szíves. Átlag? Nem, nehéz. Challenging. Hát ez nincs meg. Én is megpróbálkozhatok vele? Amennyiben ekkor már lefelé figyelsz, akkor igen. Van hát ehhez kapcsolódó... Olyan nagyon nem izgalmas, ahogy a koszos patkányok a hajón fogadásokat kötnek arra, hogy visszatérünk-e. Van ehhez kapcsolódó képzettséged? Igen, awareness. Plusz egyet kapsz a dobásodhoz. Valami rejtettet kell észrevenni. Ez így 6. Azt is észreveszem, ami nincs ott. Ahogy te is lefelé tekintesz, feltűnik valami már majdnem a partnak a közvetlen közelében. Egy fejjel, vagy hát arccal lefelé fekvő csontváz borda kosarában megcsillan valami élesen és fémesen. Ez meglehetősen furcsa, hiszen minden mást tengeri moszat és lepedék borít. Mi lehet ez tipre? Nem tudod, de biztosan valami apró, vagy hogyha nagyobb, akkor a többi része rejtve van. Milyen mély itt a víz? Talán másfél méter lehet. Most már egészen közel jártok a porthoz. A csónakba
berakom a, vagy lerakom a holmimat, és beugrok a vízbe. De tudsz egyáltalán úszni? Másfél méteres vízben nem szükséges, hogy tudjak úszni. De egyébként tudok. De van, aki egy pocsolyába is bele tud fulladni. Igyekszem nem belefulladni. Akit kevésbé bátor tengerész megrökönyödve hördül fel, hogy váratlanul elhagyod a hajót. Nem billen meg a hajó egyébként? De igen. Kapaszkodtok, és hát azért... Én utána dordítok, hogy mi az Isten csinálsz, te idióta? Jaj, nehogy az asszonyság vizes legyen, még a végén ámulna a szaga. Hát a te szagodról inkább ne is beszéljünk. Tudod, mit inkább maradj is ott. Kérlek, nekem jázmin illatom van. Szakítja félbe intelligensen Tomár a kialakuló bájcsevejt. Remélem, lerágják a cápák a lábad. Rosszul vagy, Tomár? Te egyébként gond nélkül érkeztél a köves, sziklás tengerfenékre, és már jól megvetetted a lábadat a csónak oldalába, kapaszkodva pörleket szépen Szelénával. Szeléna, viszont te is látod, hogy mi az, ami miatt Tomár egy kicsit még jobban elveszítette a bátorságát. Bastian mögött valami elkezd kiemelkedni a vízből, és ez a valami az itt heverő csontvázak egyikének tűnik. Tehát egyértelműen nem állat. Nem, ez egy emberi csontváz. Érzékelem, hogy ez történik? Azt érzékeled, hogy hirtelen mindenkibe bennakad a szó, és Tomád mutat a hátad mögé. Jó, én egy nagyon cifrát káromkodok, és igyekszem előkotorni a hosszú botomat, ami nálam van. Ezt gond nélkül meg tudod tenni. Hátra nézek. Hátra fordulva látod, ahogy az idő vasfoga által eléggé megrágcsált emberi csontváz deréktól fölfelé kiemelkedik a habokból, és úgy tűnik, hogy feléd esetlenkedik. Ej, de ronda vagy. Milyen messze van tőlem? Egy 4-5 méterre lehet, és nehézkesen bukdácsolva, előre nyújtott csontújjakkal igyekszik közel férkőzni hozzád. Van esélyem arra, hogy felkapjam azt a csillogó dolgot a fenékről, és még elszaladjak innen? Megpróbálkozhatsz vele. Megpróbálom. Én ekközben üvöltök neked, hogy gyere már vissza a csónakba. Ügyesség. Próba. Neked viszont más problémáit támadnak, ugyanis a két hős matróz gőzerővel evezni kezd vissza a hajó felé, ami hát nem megy annyira könnyen, mert nem túl összehangoltak, de az elég világos, hogyha nem cselekszel sürgősen, akkor kifogtok futni a mélyebb vízbe. Álljatok már meg! Hova mentek? Ez csak egy csontváz! 6-os. Villámgyorsan nyúlsz, és az alattad heverő másik halott békés nyugalmára fittyet hányva benyúlsz a bordái közé, megragadod az apró fémes tárgyat, és kirántod. Egy pillanat műve volt az egész, menekülhetsz. Hát a partra szeretnék evickélni. Gázolni kezdesz a part felé, és elég hamar világossá válik, hogy az élő holtnak esélye sincs lépést tartani veled. Én közben, nem tudom, gyepálom a bottal a többieket. Annyit tudtál elérni igazából, hogy nem halad különösebben elfelé a csónak, de úgy gondolod, hogy nagyon valószínűtlen, hogy rá tudnád venni őket, hogy kitegyenek titeket a partra. Vagy hát téged most már. Akkor... Én innen kiáltva megpróbálom megfenyegetni Tomárt, ezt a rühes kutyát, hogy azonnal hozzák ki a csónakot a partra, benne hagytam a holmimat. Nem menekülhetnek el, mint valami nyomorultak. Mégiscsak kalózok vagyunk, vagy mi? Kézre áll nekem a Bastian
szatyra, vagy nem tudom, mit van. Megpróbálhatom meggyőzni Tomárt? De nem túl nagy a csónak, úgyhogy igazából kézre áll. Jó, akkor miután elunom a két hűsnek a megrendszabályozását, megragadom Bastian szatyrát, és kipattanok a csónakból. Kiugrasz a csónakból, és a konfliktus helyzet ilyen módon megoldódik. A csónakban levők szépen lassan összeszedik magukat, és most már tempósan evezni kezdenek a hajó felé. Te pedig a pad felé kezdesz gázolni. Látod, ahogy egy másik élő volt, merül fel a habokból. Ez is messzebb van tőlem relatíve? Viszonylag 2-3 méterre. Úgy gondolod, hogy le tudod hagyni, az első az még mindig Bastian felé gázol. Jó van, hát akkor nem igazán foglalkozom vele, miután látom, hogy milyen nagy hatékonysággal haladnak igazából. Kimegyek a partra Bastianhoz. Ahogy elhagyod a vizet, az élőholt megtorpan, és az is, amelyik Bastian felé haladt. Áldogálnak egy darabig, egy csontváznál nehéz ilyesmit eldönteni, de mintha tanácstalanok lennének, aztán szépen visszaballagnak a helyre, ahonnan fölkeltek, és összeroskadnak. Megnézem, mi az a tárgy, amit fölvettem a bordakosárból. Ez egy aprócska kerek medálion. Ábra. Van rajta valami ábra? Egy furcsa, ilyen non-figuratív minta díszíti. Olyan, mintha egy pénzérme lenne, de nem emlékszel, hogy láttál volna ilyen pénzérmét valaha. Becsúsztatom a zsebembe. Én ezt láttam? Igen. Szitkozódva a partra vergődöm, és elkezdem ecsetelni, hogy mit fogok csinálni Tomárral, ha még egyszer a kezeim közé kerül. Én egy kicsit végigszimatollak, aztán elégedettem megjegyzem, hogy megfürdött az úrhölgy így 3 hónap után. Na, aztán neked is a kutya rágná ki a beledet, mi a francért kell kiugrálni a csónakból? Mindegy az, menjünk. Még egy dolog, mielőtt eltennéd, egy érzékek próbát szeretnék. Plusz 1-et adhatsz hozzá a mágikus előképzettséged miatt. 7. Mágikus. Ez az aprócska amulett. Felmutatom neked az amulettet. Látod? Ezért ugrottam ki a csónakból, egy mágikus pénzérme. És a zsebembe csúsztatom. Inkább a seggedbe dugnád föl. Majd a tiedbe? Anyádéba. Úgy gondolod, hogy a pénzérme és a rajta található rajzolatok a tanulmányozása után úgy gondolod, hogy ez a varázstárgy szerencsésebbé teszi a használóját. Nagyon helyes, arra mindig szükségem van. Látunk valami útirányt, hogy bocsi, már... Naponta egyszer egy helyzetben adhatsz plusz 1-et valamilyen dobásodhoz. Ó, szuper, megjegyzem. Felírom a karakterlapra. Helyes. Látunk valamit, hogy merre érdemes menni esetleg? Egy sziklás tengerparton álltok, ami meglehetősen kihalt. Emberek vagy civilizációnak nincsen nyoma, ami nem is annyira meglepő, de állatokat se nagyon láttok a közelben. Ami szintén furcsa egy kicsit, hogy sem a hajóroncsokból, sem a holttestekből úgy tűnik, hogy nem jutott ide a partra. És bár sziklás a part, azért nem egy leküzdhetetlen meredekségű akadály, ennyi idő alatt a tengernek valamennyit partra kellett volna vetni ezekből, de úgy tűnik, hogy ez nem történt meg. A sziget belseje felé, amerre a térkép a kincs lelőhelyét mutatta, illetve hát mutatja, hiszen nálatok van a térkép, bár itt azért már kevéssé használható.
sűrű, ilyen mediterrán jellegű erdőt vesztek észre. Úgy tűnik, hogy ebbe bizony be kell hatolnotok, hogyha előre akartok, ha közelebb akartok jutni a kincshez. Én vidáman fütyörészve is indulok. Én hozzávágom a táskáját, hogy nem vagyok a hordárod. Na jó. Nagy kelletlenül fölveszem a batyumat, pedig reménykedtem, hogy hozni fogod a széles hátadon. Egy kis edzés nem árt neked se. Olyan göthös vagy. Eképévődve hatoltok be a göcsörtös olajfák koronája alá. Hát ez bizony nem egy széles, kellemes tölgyes, ami itt a szigeten terpeszkedik. Ezek a viszonylag alacsony, ilyen ernyős koronájú fák még csak annyi napot sem fognak el, hogy legalább egy kis hűst varázsoljanak maguk alá. De nem ez a nagyobb probléma, hanem az, hogy bizony az aljnövényzet is sűrű, és nem csak hogy sűrű, de mindenféle undorító, tüskés, szúrós és száraz növényből áll, amik között bizony nem kellemes a haladás. Akadnak mindenféle ösvények, bár ezek inkább tűnnek vadcsapásnak, mint emberek által kialakított utacskáknak. Viszont nem könnyű tartani így az irányt. Sűrűbb ez a bozót, mint ami a lábaid közt van, Serena. Nem kell válaszolni. Ezt inkább válaszra sem méltatom, csak megyek tovább. Van bármi tájékozódási pontunk egyébként, vagy csak susnyás van, a napfény annyira lehatol, hogy az alapján tudjunk tájékozódni? Hát nem könnyű, és hát ti azért mégis a hajózáshoz vagytok szokva, és nem az erdőjáráshoz. Dobjatok intelligenciára. Nekem nagyon megvan. Bastian úgy gondolja, hogy hát a tájékozódás az egy túlértékelt dolog, és mindig az alapján próbál ösvényeket választani, hogy melyik a legkevésbé szúrós, melyik a legszélesebb, és hát melyik nem megy fölfelé, bár sajnos úgy tűnik, hogy itt szinte minden út fölfelé vezet. Selena, te viszont észnél vagy, és a térkép és a nap meg a fák árnyéka alapján nagyjából egészében be tudod lőni, hogy melyik irányt kellene tartanotok. Haladtok is át az erdőn, így késő délelőtt is meglehetősen megizzadtok, meglehetősen hamar. Aprócska vigasz csak, hogy egyébként nem annyira kellemetlen azért ez az erdő. A tengerpart különös természetellenes némaságával szemben itt apró állatok neszezését, madarak csicsergését lehet hallani, és időről időre, ha meg is pillantatok valami kedves kis jószágot, ami épp elsuhan előletek. De semmi fenyegetőt. Egyelőre semmi fenyegetőt. Én is különösen figyelek arra, hogy esetleg a kedves kis jószágoknak a nagy testvérei nem bukkannak elő valahonnan. Nem hagyjátok, hogy a figyelmetek akár egy pillanatra is lankadjon, és így mind a ketten meghalljátok a csörtetést, amikor feltűnik. Édesanyád közeleg, Selena. Valami átrohan éppen a bozóton, és hát ez bizony nem egy pocok, és nem is egy fülemüle, ezt mind a ketten azonnal. Azonnal lepiszegem Bastiant, és elkezdem hegyezni a fülemet. Én szintén. Átlag? Átlagos. Megvan. Nekem nincs meg. Bastian éppen a következő zseniális élcén töpreng, így nem igazán tud odafigyelni holmi csörtetésekre. De Selena, te biztos vagy benne, hogy nem egy, hanem több valami közelít. És felénk tart. És azt is, hogy melyik irányból.
úgy gondolod, hogy hát talán nem kifejezetten felétek, de nincs időd valójában sokat töprengeni ezen, ugyanis balról a bozóton keresztül előttetek egy 5-10 méterre ugrik ki egy jól megtermett szarvaspatás jószág, ami azonnal irányt vált, és a sűrű bozót helyett inkább az ösvényen kezd végigvágtázni egyenesen felétek. Most már mind a ketten észreveszitek, hogy valóban nincs egyedül, mögötte vöröses bundájú kutya, vagy még inkább talán farkasforma jószágok szaladnak. Nem tudjuk beazonosítani ezeket az élőlényeket? Tehát nem szarvas, nem vaddisznó, mármint az, ami először kibukkant. Ahogy mondtam, nem vagytok igazából erdőjáró formák, nagy kecske, kicsi muflon, valami hasonló lehet, de mondom, nincs is rá időtök. Uh-huh. A rémült és pánikba esett patásállat végigvágtat az ösvényen, és láthatólag nem különösebben érdekli, hogy az útjába álltok. Én szeretnék félrehúzódni az útjából. Én szeretnék egy fára fölugrani. Hát egy fára fölugrani nem tudsz fölmászni, az lehet, hogy sikerül, de először valóban meg kell próbálnatok kitérni. Én megpróbálnék. Ez egy ügyességpróba. Szelena, te plusz egyet kapsz a dobásodra, mert te számítottál rá, hogy honnan fog érkezni az állat. Jó, hát így meg is van. Nekem pedig nincs. Szelena már-már Pádusz ügyességgel ugrik az ösvény szegélyező tüskebokorba. Bastian, te viszont tüskebokor vagy muflon, tüskebokor vagy muflon, és amíg tétovázol, a megvadult állat elrohan közvetlenül melletted. Az még hagyján, hogy jól rátapos a lábadra, de fel is taszít, és így is úgy is a tüskebokorba érkezel, de ezúttal nem talppal, hanem háttal. Jaj, felkiáltok. Én nem tudom leplezni a röhögésemet. Meglehetősen mulatságos látvány. Az már viszont kevésbé, hogy az 5 darab vézna, de meglehetősen fenyegetőnek tűnő rőtszőrű kutyaféle, látva, hogy az ebédjük éppen elvágtázott, viszont valaki éppen a földre került, és könnyű prédának tűnik, villám gyorsan célpontot vált. Milyen messze vannak tőlünk? Most érnek ide. Dobjunk kezdeményezést. 4. Nekem 5. Jó, akkor te dobd újra. Most már 7. Jó, ez esetben te tudsz legelőször reagálni. Látod, hogy a rőtszínű kutyákból kettő egyből a földre esett Bastianra akarja vetni magát. A másik háromból egy úgy tűnik tétovázik. Ketten viszont, miközben Bastian felé indulnak, felét pillantanak és irányt változtatnak. Jó, hát akkor úgy gondolom. Bocs, azt hadd kérdezem meg, hogy ezeket a kutyákat úgy, hogy képzeljük el az IRL kutyákhoz képest? Tehát akkorák, mint egy közepes termetű kutya, vagy mondjuk, mint egy sakál. Uh-huh. És jó. Ezek szerint göthösek, tehát nem jól táplált jószágok. Hát vékonyak legalábbis, ezt azért nehéz megítélni. Nem olyasfajta kutyák, mint amit mondjuk a város utcái látsz. Tehát lehet, hogy ezek ilyenek. Mondjuk, aki nem látott még agarat, aznak az is göthösnek tűnik pedig. Uh-huh. Jó, szóval ilyen vadkutyaszerű jószágok. Igen. És középtermetűek, tehát nem a nápolyi masztív sátán kutyája, ilyen 200 kilós szörnyek. Nem olyasfélék. Jó, akkor én a felém tartókat próbálom lefegyverezni egy lendületes botcsapással, igyekszem a fejükre sózni. Jó, hát az egyiknek mindenképp a fejére tudsz sózni, ha eltalálod.
Agility? Az eltalálás. Uh-huh. Normál? Ellendobás lesz, yeah. Tehát ők is dobnak kitérésre, és ne feledd, hogy van egy harci képzettséged, azt ad hozzá. Igen, igen, igen. Hát ez nekem 8. Úgy tűnik, hogy a bátrabbik a két kutyafélek közül az úgy gondolta, hogy te is ugyanolyan könnyű préda leszel majd, mint a földre került Bastian, és teljesen váratlanul éri, amikor fejbe sújtod felülről a botoddal. Egyetlen nyikkanás nélkül elterül, és nem is mozdul többet. A másik ezután meggondolja magát? A másik szinte segre ül az igyekezetében, ahogy fékez, és támadás helyett tisztes távolságban marad, és rekettes hangon felvonyít. Erre reagál a többi? A Bastianra rontók nem, viszont az, amelyik már eleve hátra maradt, az válaszol egy hasonló vonyítással. A kettő, amelyik Bastianra támadt, azok támadnak. Az egyik úgy tűnik, hogy kicsit megzavarodott attól, hogy mi történik a többiekkel, és épp csak úgy tessék-lássék kap a karot felé, de azért a szép ruhádat megtépáznak, cakkozzák a fogai. A másik viszont a vadul belemar a lábadba. Vesztettél egy életerőpontot. Te jössz. Én jövök. Hát megpróbálom ezt a fájdalmat most figyelmen kívül hagyni, és felugrom. Használhatom-e a social skill-emet arra, hogy megijesszem a kutyákat? Nem, ezek nem értelmes lények. Ez valami állati domár, vagy hasonló igen, tudás nem. Kéne. Nem fogod tudni meggyőzni, hogy nem akar megenni. Hát de megtudhatom félemlíteni, hogy menekülj. Igen, de a szociális képességed el úgy tudod megfélemlíteni valakit, hogy megfenyegeted, mert különben megzsarolod. Hetedíziglen kiírtom a családodat, és a kutyák az erre nem fognak. Vagy szexi karvajorroddal elbűvölöd. Hát jó, akkor előhúzom a párbaj tőrömet, és megpróbálom megbökni ezt a pimasz kutyát, amelyik belém harapott. Jó, támadj. 6-os. Úgy tűnik, hogy ez a kutya is elbizakodott. Talán nincs a szigeten olyasfajta élőlény, ami ellen tudna állni a falka támadásának, de alig-alig próbál kitérni, és csúnya sebet ejtesz a vállán. Ő is dühötten felvonít, és hátraugrik. Én közben rá tudok sózni a tétovázó másik jószágra? Következő kör. A következő kör elején a 4 megmaradt kutya tisztes távolságba húzódik, és vadul vonítanak, de láthatólag nem akarnak nagyon közelebb jönni hozzátok, viszont egyelőre el sem iszkolnak. Jó, hát én fenyegetően megindulok feléjük a botomat jó náspángolásra előkészítve. Én fölveszek egy követ a földről, ha van ilyen, ha nincs, akkor úgy teszek, mintha fölvenném, és kőből van. Oké, akkor megpróbálom meghajítani őket a kővel. Te Szeléna, te támadni is akarsz konkrétan, vagy csak el akarod őket ijeszteni? Hát, mennyire kerültek messze? Le tudok rájuk sújtani? Valószínűleg, hogyha oda rohansz és oda csapsz, akkor le tudsz sújtani legalább egyre. Akkor ezt szeretném cselekedni. Melyikre? Egyikük sebesült, a többiek egyelőre. Hát igazából amelyiket a legközelebb érem magamhoz, hogyha a sebesült lemarad, miközben én rikoltva próbálok lecsapni rájuk, akkor nyilván azt. Jó, támadhatsz. A kutyák megpróbálnak szétrebbenni igazából. Üss, ez egy dupla egyes lett.
Szeléna vadul üvöltve előre ront, hogy agyon csapjon még egy ilyen kimasz dögevő jószágot, és valóban a négy életben maradt kutya szétugrik a támadás elől, és így remek alkalmuk van visszavágni, amikor Szeléna egy dicstelen mozdulattal elcsúszik vagy megbotlik még inkább egy göröngyben, és a tüskebozótban egyenesen pofára esik. Bezárul a kör gyorsan, és akárcsak az előbb a földre kerülő ellenség az egyből támadást vált ki a ragadozókból. Remélem nem fogok itt pusztulni két sakának. Meghaltál. Valamennyire azért tartanak tőled, ez látszik, nem támadnak akkora elánnal, mint az elején, de az egyik így is fájdalmasan az oldaladba tép, a másik pedig a lábadat szemeli ki, és ott oda kapsz egy csúnya harapást. A maradék kettő az szerencsére neked is csak a ruhádat rángatja meg egy kissé, de így is veszítettél kettő életerőpontot. Uff. Szeléna láthatólag bajban van. Hát, akkor ennek fele sem tréfa. Ha ekkora a baj, akkor félreteszem a tréfát, és elsütök egy varázslatot. A hangutánzást szeretném elsütni, és a 8 évvel ezelőtt egy északi szigeten a kétfejű jeges medvének az üvöltését szeretném visszaidézni. Mit üvöltését, földrengető bömbölését. Jó. Velőtrázó ordítást hallatsz, amit aztán tényleg senki nem néz neki a vékony dongájú kis Bastianból, akinek még csak két feje sincs. Hát a kutyák biztos, hogy nem nézték volna ki belőled, ugyanis látod, ahogy a támadást kellős közepén összerezzennek, megrettennek és szétspriccelnek szinte. Aztán már csak a dühös és zavat vonyítás hallatszik a környező tüskebozótból, de egyre távolabbról. Mennyire súlyos a lábsérülésem, lábra tudok állni? Hát mindkét sérülésed meglehetősen fájdalmas, de úgy tűnik, hogy legalábbis egyelőre tudod folytatni az utat. Jó, mivel értek némileg a mindenféle növényekhez, tudom valamivel enyhíteni a fájdalmamat? Mivel értesz az orvosláshoz, van nálad egy ehhez használatos alapfelszerelés, legalábbis bekötni mindenképpen be tudod a sebedet és rendesen kitisztítani. Dobjál intelligenciára. Normál? Normál. Most hozzáadhatod a plusz egyet a medicína képzettséged miatt. Jó, megvan. Jó. Gyorsan és hatékonyan ellátod a harcban szerzett sérüléseidet. Az egyik életerőpontodat visszakapod emiatt. Én is bekötöm a saját sebemet. De te nem értesz hozzá. Majd nem. Megnézem én. Hát jó. De ne ronts tovább a helyzeten. Rajtad már nincs mit rontani. Szeléna, mire végzel a saját sérüléseid ellátásával, oda bicegsz azért Bastianhoz, és látod, hogy milyen szép nagy masnit kötött a saját lábsebére. Milyen cuki. Kinek szánod? Hát ez egy szorító kötés. Na jó, mutasd. Hát csak azt szeretnéd, hogy levegyem a nadrágomat. Szeretné a halál, de ha ezzel az édes kis ajándékocskával akart sétálgatni a szigeten, felőle maradhatsz így is. Jó, jó, legyen. Legyen meg a napi örömöd, leveszem a nadrágom. Nem a lábszárát harapták? De igen. Nem kell annyira neki vetkőznöd.
hát jó, akkor csak fölhúzom az alját a láb nadrágszárnak. Erre is dobjak? Igen. Jó, hát ez még jobban sikerül. Jó, annak ellenére, hogy nem tudtad egyből ellátni, nagyjából egészében bekötözött Bastiánnak a sebét, visszakapta te is az elveszített életerőpontot. Egész jól sikerült. Köszi. Szívesen. Hűségesen legyőzve a szigeten kóborló sokálfalka támadását, folytathatjátok az utatokat, és szerencsére azt is nagyjából tudjátok, hogy merre fele. Időről időre a bozótból felhangzik a jellegzetes vonyítás, de úgy tűnik, hogy nem jön közelebb. Remélhetőleg az állatok valami könnyebben elérhető paréda után néztek. Hát igen, remélem is. Addig bosszantanak, amíg előjön belőlem a szörnymedve. Időben hogy járunk? Tehát a... Továbbra is késő délelőtt van. A megbeszéltek alapján sötétedésig kellene valamiféle jelet adnotok. A térképen levő távolságokat nehéz ugye belőni, de úgy gondoljátok, hogy egy-két óra járóföldnél nem lehet messzebb a kincsnek a lelőhelye. Annyit azért mondtam a hajón, hogyha lehet így visszamenőleg, hogy este, hogyha nem vagyunk a parton, nem érünk vissza, mert még dolgunk van oda benn a szigeten, akkor mondjuk valami füstjeleket, tehát csinálok egy nagy tüzet füsttel, vagy ilyesmi. Az biztosan meglátják. Ilyenre is gondoltak, sőt, hogyha nem értek vissza, akkor sem fognak azért valószínűleg elhajózni nélkületek. Mert Tomar, a Zilla viselkedése az nem túl biztató. Hát én a lelkére kötöttem a kapitánynak, hogy ilyen eszükbe se jusson nélkülünk elmenjen, mert Szelenával ez a fél nap is egy örökké valóságnak fog tűnni, de hogyha itt ragadunk a szigeten, hát... Én is megjegyeztem a kapitánynak, hogyha esetleg kedveli annyira Bastiánt, hogy még élve viszont szeretné látni, akkor mindenképp maradjon a hajóval. Mert hogy én biztos, hogy az első tócsába belefolytom egy másfél óra után. És utána megeszel, amilyen vagy. Hát, nagy szerencsétekre. Legalább valami hasznod lenne. Vagy talán inkább Bastiánéra, tócsából bizony hiány alakult ki ezen a szigeten. Továbbra is hetet hét országra süt a nap. Haladtok a... Kiértünk már ebből az erdő féléből? Nem. Úgy tűnik, hogy ez bizony egy igen méretes erdő, vagy bozótos, ahogy tetszik. Viszont ahogy haladtok, kutyákkal való találkozás után talán negyed vagy fél órával egy biztató fejlemény jön szembe, szó szerint. Az ösvény kezd megváltozni, szélesebb lesz, és úgy tűnik, mintha valamikor ez a része, vagy ez az egész ösvény, ezt nehéz eldönteni, ki lett volna kövezve, és egyre civilizáltabbnak tűnik. Ezt már egészen biztosan nem csak ezek a kecske vagy muflon jószágok taposták ki. De az is biztos, hogy akármit csinálta, ez már régen történt, és nem az örökké valóságnak. És abba az irányba vezet, amerre haladunk? Igen, méghozzá Szelena, te úgy gondolod, hogy már-már talán nyíl egyenesen abba az irányba. Úgy tűnik, jó nyomon jártok. Csípőre vágom a kezemet, elmosolyodok, és megjegyzem, hogy na, végre haladunk, mindjárt ott leszünk. Az optimizmus nagyjából egy további negyed órán keresztül marad meg. Az ösvény szélesedik, és valóban most már egy kikövezett gyalogút az, amin haladtok. És még az sem szegi annyira kedveteket, hogy most már valóban egyre inkább fölfelé haladtok. Több egy idő után még a lépcsők
is megjelennek. És ez nagyon örülök neki. És ez addig nagyon-nagyon bíztató, amíg egyszer csak egy szikla platóban nem végződik az ösvény, ami előtt egy jókora szakadékra lesztek figyelmesek. Pedig reméltem, hogy inkább egy rumos hordó fog várni a tetején. Világos, hogy itt egykor egy ösvényszélességű kőhíd vezetett át. Ez azonban már nagyon-nagyon régen leomlott, és valószínűleg emiatt történt az, hogy valakik egy jóval kevésbé impresszív, ingatag ilyen fa és kötélhidat eszkábáltak ide. Viszont már ez sem tegnap történt, és ez is korhatnak, szakadtnak, és mindenek felett életveszélyesnek tűnik. Különösen úgy, hogy a közepéből egy jó darab hiányzik. Ott milyen csak széles a szakadék? Talán egy 20-25 méter lehet. És milyen mély? Ezt is viszonylag nehéz megmondani, ugyanis odalent is ez a bozótos erdőség van. És hát, hogyha akkorák a fák, mint ami körülöttetek nőttek a lenti részen, akkor talán ez is egy 15-20 méter, nem annyi azért nincsen, egy 5-10 méter mély lehet. Na. Fák ilyen 2-3 méteresek. Szelna, hogy letekintesz, feltűnik valami. Ahogy mondtam, a hídnak a közepe hiányzik, ott csak a kötélrészek vannak, meg úgy tűnik, hogy több ilyen deszka is leszakadt. És azon a helyen, ahol ez megtörtént, az egyik fának a koronájában egy, hát elsőre egy szakadozott roncsomónak tűnik, de utána már inkább úgy gondolod, hogy valakinek a holttestét fedezett fel. Réginek tűnik? Nagyon réginek, inkább csak egy rongyokba bújtatott csontváz ez. Rámutatok a csontvázra, és megjegyzem Bastiannek, hogy talán nála kicsit okosabbnak kéne lennünk. Igen. Hát miután ilyen jól elvezettelek ide, Szelena, arra gondoltam, hogy próbáld ki te a hidat. Aha, elvezettél. Uh-huh. Hogy látom a hidat, hogy el fog ez engem bírni? Dobjál intelligenciára. Én megvizsgálom a hidat, én elég sokat kúsztam, másztam már életemben. Te is dobhatsz intelligenciára. Ez annyira megvan, hogy el nem tudom mondani. Nekem is. Jó, mind a ketten egészen biztosak vagytok abban, hogy ketten semmiképpen nem léphetek rá egyszerre erre a hídra. Hogyha egyenként megpróbáljátok, egyikőtök sem különösebben nehéz, nem viseltek vértezetet vagy semmi hasonlót, valószínűleg át tudtok jutni rajta, és nem ér majd olyan kellemetlen meglepetés, mint az alant fekvő fickót. Viszont ami probléma, az pont az a rész, ahol alatta kiszakadt a híd. Ott ugranotok kell, és ez mindenképpen egy kockázat. Jó, a szakadék túloldalán milyen széles volt még egyszer szakadék? 20-25 méter. A szakadék túloldalán mihez van kikötve a kötélhíd? Sziklához. Milyen formájú ez a szikla? Hát, ilyen oszlopra hasonlít? Oszlopra hasonlít. Valószínűleg ez valamiféle pillére lehetett az eredeti kőhídnak. Elképzelhető, hogy a nálam lévő kötélből egy lasszót hajítsak erre a szemben levő pillérre? Hát innen semmiképpen 25 méterre vagy 20 méterre nem hajítasz lasszót. Még ha egész életedben gyakoroltad, akkor se hiszem. Nem, viszont van nem olyan valószínű varázslatod, ami esetleg tudja stabilizálni ezt a hidat? Stabilizálni nem tudom, de én biztos át tudok kelni rajta, de remélhetőleg varázslat nélkül is át tudunk menni, hiszen egyet már el kellett használnom, mert a kisasszony beleméltóztatott esni a bozódba. Jó, hát téged átfúj a szél, majd csak kifeszítek egy
kötelet, és felfoglak rajta. Amúgy a kötelünk átérne ezen a szakadékon? Tehát ha én mondjuk átviszem az egyik végét, akkor biztonságosabban hiszem, át tud kelni, Szelena? Hát a két kötelet, mind a kettőtöknél van kötél, hogyha összekötitek, akkor ez megoldható. Jó, én megpróbálok átmászni, akkor majd később megköszönöd. Na jó, szívesen. Hiszem, ha látom. Óvatosan megindulsz, és hát nem tölt el mindent át. Nem tölt el túl nagy önbizalommal a nyikorgás, recsegés, ropogás, ami minden egyes lépésednél az alattad levő tákolmányból kiszakad. De a stabilabbnak tűnő oldalkorlátba kapaszkodva inkább az oldalán haladok, nem középen lépdelek. Ezt nem tudod megcsinálni. Nem tudom, láttál már ilyen kötél és fahidat? Többfélét is láttam. Ez ehhez nem elég stabil, hogyha az egyik oldalán mész és abba kapaszkodsz, akkor kiesel. Aha. Tehát középen kell menned és egyensúlyozni valamennyire. Jó. De mindezek ellenére gond nélkül eljutsz addig a pontig, ahol az előttetek járó elérte a végzete. Letekintve látod, hogy ez a fickó egy törpe lehetett, vagy hölgy akár, és valamiféle díszes, de most arra már igencsak megkopott vértezetet is viselt. Erre nem tértünk ki, de gondolom az egyik végét akkor ott hagytad nálam, én meg rögzítettem valamit. Igen, igen, ez logikusnak hangzik. Jó, át tudok lépni ezen? Nem, ugranod kell. És azt megtehetem, hogy az egyik kötélbe, ami tartja a hidat, belekapaszkodva a kötélen mászok itt tovább ezen a részen? Igen, ezt megteheted. Ezt szeretném tenni. De el tudja ő saját magát bírni? Igen. Minusz egyes strength-tel? Igen. Hát az ügyességem viszont magas. Igen, akkor de lehet, hogy nem a két kezemen, hanem föllendítem a bokáimat így keresztbe is, és úgy kúszok át. Meg tudod próbálni, de ez valóban egy erőpróba lesz, mert meg kell tartanod magadat. Az ugrás pedig egy ügyességpróba lenne? Igen. Hát akkor ugrok. Viszont az nehezebb. Mennyivel? Milyen szintű próbák ez ezek? Egy nehéz ugrás próba. Az ötös? Minusz kettes. Minusz kettes, az erő pedig, ahogyha másznék? Az egy átlagos. Hát akkor lényegében mindegy. A mászás biztonságosabbnak tűnik nekem. Ez esetben mászni próbálsz. Nem sikerült. Fölkapaszkodsz a térre, és egy araszoló hernyú kecsességével indulsz meg. Meg tudod magad tartani, nem is ezzel van a probléma, hanem azzal, ahogy kibillen az egyensúlyából az egész híd, és ahogy megrándul alattad, egy pillanatra ösztönösen elengeded a kapaszkodót, és aztán utána kapsz, de a kezeddel csak már nem tudod megtartani magad, és hát meglehetősen dicstelenül alá bucskázol. Az a nagy szerencsét, hogy te nem alattad nem beszakadt a híd, és számítottál valami ilyesmire, és utána kaptál a kötélnek, így egy kicsit tompítani tudod. Zuhanás közben szeretném akkor a majom végtagok. Ezt nem tudod előni, nincs rá elég időd. Ah. Okay. Az alattad levő olajfa terebélyes koronájába érkezel. Epikus kalandorok vagyunk, azért azt meg kell hagyni. Egyébként szintén megjegyezném, hogy van ám fétpontotok is. Igen. Egy
Endurance dobást szeretnék kérni. Jó, felhasználom a fékpontomat, mert az nullás lett. Nullás. Jó. A fét az újra dobás, ugye? Igen. A kötélnek a másik vége, ami nálam van, az hozzád van kötve? Mármint, hogy rád van? Hát szerintem igen, igen. Az a logikus. Jó, hát akkor én... Pillanat. Jó. A fa koronájába érkezel. A második szerencsét talán az, hogy ez a fa valószínűleg nőhetett még azóta, hogy a törpeit lelte dicstelen halálát, és a harmadik szerencsét, hogy nem egy olyan ágra érkezel, ami egyenesen átfúrná a testedet, mint ahogy vele történt. Ezeket a részleteket viszont csak később tudod szemügyre venni, ugyanis zuhansz egy jó 4-5 métert, majd aztán még nagyjából egy másfelet, miközben a faágai is alaposan megtépnek, felszakad a seb a lábadom. Ah. Veszítettél 2 életerőpontot, az egyik, ami a visszajött seb, a másik pedig a friss zúzódások, horsolások és vágások. Kevéssé hősiesen hangosan ordítok. A kötéllel engem nem rántott le? Ja, bár nem hozzád nem, van. Nem hozzád van. Nem hozzá hozzád van kötve, és a másik oldalon meg a egy oszlophoz, vagy egy fához. Uh-huh. Jó, én lekiáltok, hogy tört valamid? Tört valamim? Úgy gondolod, hogy nem. Nem. Vagy ha igen, akkor maximum egy bordád. Vagy talán 2. Az önbecsülésem. Annak úgyis mindegy. Jó. Ha egy kicsit összeszedtem magam, leporoltam magam, és már kicsit enyhült a fájdalom, akkor viszont elhasználom a majomügyességet, és a túlsó falán a szakadéknak föl szeretnék mászni. Ehhez viszont le kell oldanod magadról a kötelet. Nő, én oda kiabálok, hogy nem. Megpróbálok átmenni, és inkább fölhúzlak a túlsó oldalon. Nem, bocsánat, közben nem kell leoldanod magadról a kötelet, mert azt meg tudod csinálni, a fák koronájában átugerálsz. Igen, én is valami ilyenre gondoltam. Szelena, te láttad már valószínűleg ezt a varázslatot, de még így is bizarr nézni, hogy Bastian, aki az előbb araszolt végig tényleg a hídon, mint egy hernyó, most megtáltosodik, és valóban, mint egy fürge majom, a fák koronájából, egyikből a másikba veti magát, majd ezt elég bizarr elképzelni. Majd már-már fölszalad a szemközti sziklafalon, ami pedig egy tapasztalt sziklamászónak is kihívásokat tartogatna. Megérkeztél a másik oldalra, megtörtén, de nagyjából egészében egyben, és magaddal hoztad a kötelet is. Leoldom a derekamról a kötelet, és rárögzítem az egyik kőpillérre. Jó, akkor most, hogy látom, hogy stabilan rögzült, akkor a már kifeszített kötél segítségével megpróbálok átkelni. Lehetőleg nagyobb sikerrel, mint Bastian. Jó. Ugyanígy elérsz gond nélkül a réshez, és ugyanígy megpróbálhatsz átmenni rajta. Bármit választasz, plusz 1-et kapsz a dobásodhoz a kifeszített kötél miatt, amivel jó. Közben tudsz még pluszban kapaszkodni. Én agility-t próbálok, mert arra elég sok pluszom van. Ha jól emlékszem, az atlétiket. Hát ez annyira szuperül megvan, hogy még az olimpián is indulhatnék vele. De jól belenézel Bastiannak a szemébe, hogy biztos legyél abban, hogy látja, és ezután a kifeszített kötelet teljesen figyelmen kívül hagyva egy sikkes kis szökkenéssel átlendülsz a rés felett, majd nem törődő módon már-már dúdolgatva végig battyogsz a hídnak a fennmaradó részén. Mindketten
átjutottatok hát, egy kicsit megtépázva már aki. Nagyon szívesen, hogy kifeszítettem neked egy kötelet, ami már a nagyanyám is át tudott volna kelni. Én így megdörzsölgetem a kezemet, és így végig nérlek, hogy kár volt beléd az a szép kötés. Na, jól van, ha visszaértünk a hajóra, akkor majd a vörösen izzó szemű démon kutyák támadását te mesélheted el a legénységnek. Én meg majd elmesélem, hogy hogy keltünk át a lávató fölött. Így elgondolkodom. De csontvászkezek nyúltak ki a láva tengerből. Hát meg a kötélhídból, vagy a függőhídból, ami fölötte volt, és az egyik le is taszított a lávába. Igen, és ilyen lávabuborékok törtek föl minden oldalról. Lávabuborék? Legyen lávabuborék. Ha a kisasszony úgy óhajtja, lávabuborékok. Egy ilyennek a hátán tudtam átmenekülni a túloldalra. Na, menjünk tovább. A izgalmas történetet már előre tervezgetve a körültekintetek, és hát szembesülnötökkel vele. A valóság az bizony ennél azért valamivel banálisabb. De ez nem jelenti azt, hogy semmi érdekeset ne látnátok a közelben. Úgy tűnik, hogy ezen a részen valóban már valamiféle építmények állhattak a régebben, vagy legalábbis oszlopok biztosan. Ami ennél is érdekesebb, az egy szobor. Egy nagyjából egy méteres talpazaton egy humanoid, vagy többé-kevésbé humanoid figurának a szobrát látjátok. Két kecske, vagy mindenféle valamilyen patás állatra emlékeztető lába van, emberszerű felsőteste, a feje pedig egy nagy macskáé. Az világos, hogy ez is nagyon-nagyon régi, és mert meglehetősen rozogó állapotban van, az egyik karja le van törve, és nem is látható, hogy hova lett. Miből van a szobor? De egyébként is kopott és repedezett. A szobor ugyanabból a fehér színű mészkőből van, mint ami itt a szigeten mindenhol fellelhető. De ami ennél érdekesebb, az az, hogy úgy tűnik, hogy valaki a közelmúltban látogatta. A szobor talpazatán több apró tárgyat fedeztek föl. Némelyik már teljesen az enyészeté lett, elkorhat, elrozsdált, függően attól, hogy miből készült. De láttok kettő darab apró üvegcsét, és a szobor fején pedig egy ágakból és valamiféle lágyszárú növényekből font koszorút. Ez egészen biztosan egy hétnél nem lehet régebbi. Amikor meglátom a szobrot, röhögve megjegyzem, hogy nézd már, Bastian, apádnak itt szobrot állítottak. Ne beszélj édesapámról, jó? Neki nem volt macska feje. De patái tuti voltak. Azok voltak. Ahogy így évődtök, dobjatok intelligenciára. Normál. Ez egy uncomplicated, egy egyszerű próba. 6-os, nyilván. Nekem is megvan. Az évődés közepette először Bastiannak, de aztán Szelénának is felködlik, hogy a paták meg a macskafej ugyan nem ismerős, de az állati meg az emberi testrészeknek a kombinációja az jellegzetes. Ez egy istennek a szobra. Az általatok Kroner néven ismert entitás, aki az egyensúly irányultsága a vallásban,
és rendszerint állati és emberi jegyek keverékével szokták ábrázolni. Az ide tett dolgok pedig valószínűleg valamiféle áldozatok. Na hát valami kacskakezű, ilyen bénán formálta be Kronárt. Én úgy hiszem. Kronárról tudunk valamit azon kívül, hogy így ábrázolják? Tehát, hogy nincs valami... Ő a legunalmasabb isten, ennyit tudunk róla. Kronár egy természetisten talán leginkább. A követői erdőjárók, vadászok, druidák, földművesek. A termékenységért, jó termésért, a természetben való életben maradásért szoktak hozzá fohászkodni. És amit ott hagytak neki áldozatul, azt felismerjük? Igen, azt az üvegcsét, két üvegcsét én is megvizsgálom, az mi? Hát... Vagy üresek? Nem, le vannak zárva, és valami folyadék van bennük, ez világos. Bastian, te neked az is felrémlik, hogy Kronernek leginkább saját magad által készített dolgokat szokás áldozni. De ezen túl, hogy ahhoz, hogy azok mik lehetnek, el kellene venni őket az oltárról. Tudok arról, hogy ez bármi, én nem, tehát a karakterem nem különösebben istenfélő, de nem hülye. Milyen benyomása, milyen, biztos, hogy a világból tudnom kell arról, hogy Kronel oltáráról el lehet-e venni egy áldozatot. Hát rendszerint az isteneknek felajánlott áldozatot elvenni rossz ötlet. Selena, szerintem vedd el azokat az üvegeket, és nézd meg, hogy mi van bennük. Te tollas a hátam, kedves Bastian. Majd, hogyha te levetted, és nem nőtt azonnal 3 szarvad, 4 patád, meg 5 tüske a szemed helyén, akkor esetleg hozzányúlok. Inkább akkor talán menjünk. Úgy hiszem, egy druida féle lakik a környéken, esetleg több. Jó, azok... Nyomok vannak a szobor környékén, amik kivehetőek? Esetleg nem vagyok mondjuk nagy nyomolvasó, de... Érzékek dobást tehetsz. Én is tehetek? Igen, ez egy nehéz dobás. Megvan. 6-os. Csak 6-ost és 1-es dobok. Nekem is. Egyéb iránt itt ezen a száraz köves talajon a gyakorlott nyomkeresőknek is nehezére esik nyomot lelni, de hát hogy nem, mind a kettőtöknek szerencséje van, és kiszúrjátok azt a pontot, ahol feltehetőleg az ide látogatónak valami megcsúszhatott a lába, és az egyik követ elmozdítva az alatta levő ilyen vöröses agyagban mély lenyomatot hagyott, ami aztán megszáradt. Felettébb érdekes, ugyanis egy madárszerű lábnak a rajzolatát látjátok. Nézd, Selena, itt találtam egy ilyen madárlábnyomot, ahol még nem tapicskoltad szét a nagy tappancsoddal. Gondolom nem mond nekünk semmit ez a madár jellegű láb, nyom. Dobjatok intelligenciára. Ez mindenképpen egy nagy méretű nyom, tehát ez egy... Átlagos? Egyszerű. Jó, hát nekem megvan. Én úgy tippelem, egy rokszornak a nyoma lesz. Igen, mind a ketten erre a következtetésre juttok. Ha csak nincs ezen a szigeten valami nagyon furcsa madárfaj, ami oltárokat látogat, akkor feltehetőleg ez egy rokszor lehet. Mind a ketten, hát látomásból, de hallomásból biztosan tudtak a rokszorokról. Ezek madárszerű, félig meddig humanoid lények. Meglehetősen kevés él belőlük, és zárkózottak. De azért alkalomattán nagyobb városokban össze lehet futni
egy-egy képviselőjével a fajnak. Tehát ez egy értelmes faj, ami nem kifejezetten agresszív. Igen, mindenképpen értelmes lények. Egy ősi faj, akik a mesék szerint régen hatalmas birodalmakat alkottak, de mára már letűnt, leáldozott az ő koruk. Ha netán találkozunk vele, Szeren, akkor szeretném, ha hagynád, hogy én beszéljek, és nem gorombáskodnál vele úgy, ahogy általában szoktál a szembejövőkkel, mert lehet, hogy nem járunk jól, hogyha egy Roxor druidát itt fölhergelünk. Jó, aztán legfeljebb, ha kifogyunk az élelemből, majd kisütjük nyárson. Hát ezen kénytelen kelletlen én is felnevetek. Jó, haladjunk tovább szerintem. Folytatjátok az utatokat. Innen, erről a pontról több ösvény is vezet mindenfelé, de nem nehéz megtalálni a helyes utat. A többségük csak amolyan kecskecsapás, amilyeneket odalent is láttatok. De van egy, amelyik továbbra is fölfelé vezet, és ezen bizony lépcsők és kikövezett részek bőségesen találhatóak. Így szépen lassan felkaptattok rajta, és egyre magasabbra érve elétek tárul a sziget egésze szinte. Hát a térképen nem láttam, hogy ilyen kurva magasra kell majd mászni. Jó van, ne rígjál már. Egyébként az jutott eszembe, hogy természetesen a hajó majd meg kell említenünk, hogy a szobor mellett ott volt maga Kárgász lábnyoma. Ó, igen, tényleg. És mintha vérfoltokat is találtunk volna. Kárgász? Kárgász a vérivó. Kárgász. Ó, igen. És úgy tűnik, hogy Kárgász időközben Roxorrá változott, pedig ork volt szegény. És ez valami démon szobor volt, azt hiszem, aminek a vért áldozta. Itt öklendette vissza Kárgász. Igen, a meghívott ellenségeinek az agyvelejét. És tetemek hevertek szerte szét körülötte. Meggyalázott női derékig, testek. Derékig gázoltunk a meggyalázott gyerekekben. És nőkben. Pláne. A látványos és élvezetes a vérengzésnek a képét, amit felidéztek magatok előtt, némileg tönkre teszi a kedves sárga napsütés és a sziklák és kövek közt kinövő mindenféle apró virágoknak a jelenléte, de nem hagyjátok el tántorítani magatokat, és egyre vérgőzösebb látomásokat idéztek fel, amivel majd jól megijesztitek az egyébként is gyáva társaitokat, hogyha visszaértek. Én amúgy is megállanék pihenni, sőt megállok pihenni, és étkezem, ebédelek. Jó, rendben, akkor csatlakozom a ebédhez. Egy kis hígbor sem fog ártani, hiszen ki tudja, milyen túlvilági szörnyűségek állnak még előttünk, miféle démon hercegek várnak minket még itt a szigeten. Ezen elmosolyodom akaratlanul is. Kellemesen költitek el egyszerű kis ebédeteket, és talán, minthogyha még a legutóbb szerzett sebek is kevésbé sajognának, néhány korty borocska és egy jó ebéd után. Semmi különösen érdekes nem történik. Lassan egyébként is már délre jár az idő. És így folytatni tudjátok az utatokat. Sejtitek már, hogy közel lehettek, és valóban talán még egy fél óra, és feltűnik előttetek valami, amit már érdemes valóban térnek nevezni. Egy jókora és igencsak régi teret láttok magatok előtt. Ha voltak is itt valami építmények, akkor azokat már megette az idő vasfoga. Töredezett oszlopok és leomlott kőkupacok láthatóak mindenhol. Szelena, te meglehetősen biztos vagy benne, hogy ez az a hely, amit a térkép jelölt. Már csak azért is, mert ez a rész egy fennsík,
és feljebb már nem vezet út, a másik irányba lefelé pedig már az előbb is láthattátok, hogy jó eséllyel ugyanaz a tüskés bozótos van, ami úgy tűnik, hogy az egész szigetet beborítja. Akkor elvigyorodom, és Bastiánra kacsintva megjegyzem, hogy na megérkeztünk a minden pokol katlanának bejáratához. Nagyon úgy tűnik. Csak be kell jutnunk valahogy. Látszik bármilyen különösebb akadály egyébként? Nem. Ez az, ami egy kicsit aggasztó, hogy sem pokol óriási kapuja, sem leküzdhetetlen szörnyek, itt nincs semmi. Legalábbis első ránézés. Én körbejárom ezt a teret, és alaposan megvizsgálom. Én vetnék egy pillantást a térképre, hogy jelöl-e bármit, ilyen extraként. Nem látsz sok esélyt arra, hogy bármi egyebet megtudnál a térképről. Úgy tűnik, hogy valóban ez a helyzet. A térképpel leginkább a szigetet lehet megtalálni, és úgy nagyjából egészében be tudott tájolni, hogy hol található a jelölés a szigeten, de ezen túl igazából szinte semmi nincsen rajta. Ahogy körbejárod ezt a fensíkot, feltűnik valami. Egy különös kis kaibát épített valaki a fásabb részére ennek a fensíknak, a fák ágainak oltalmába. Megközelítem, és füttyentek egyet Szelenának. Jó, fölkapom a fejemet, elrakom a térképet, és jó van, megyek már, kiáltással utánad indulok. Megközelítitek a kisméretű kaibát. Mit tesztek? Bemennék. Itt látszik lábnyom, vagy bármi arra utaló jel, hogy ezt használták a itt élők? Mindenképpen ez a használatban levőnek tűnik. Ez egy nagyon gyatra munka építészetileg. Hogyha ezt nem használják, akkor legkésőbb egy-két éven belül ezt még egy esőzés is egy vihar mindenképpen elviszi, még így is a fák alá építették. Én hallózok és bekopogtatok. Hangok kélnek belülről, és az ócska tákolmánynak az ajtaja kitárul. Nem értiteket különösebb meglepetésként, hogy egy rokszor áll a másik oldalon. Az már valamivel inkább, hogy milyen iszonyat a vénségesen vén ez a rokszor, aki előttetek áll. Bár nem emberi a megjelenése, még így is egészen nyilvánvaló a kopottas tollazatából, a szárny kezein, amikkel egy botot markol, amire támaszkodik, több toll hiányzik. A varjúszerű fejével felétek néz, és látjátok, hogy az egyik szemét is hájok takarja. Rettentően öreg lehet. Én odasúgom Bastiánnak. Odasúgom Bastiánnak, hogy hú, ez elég rágós darab. Én látogatok. Én félretolom ezt a szemtelen nő szemét, és tisztelettel meghajolok, és üdvözlöm a tőlem telhető legudvariasabban. Üdvözlet. Látogatók. A lény felettébb madárszerűen oldalra fordított fejjel néztiteket az épp sárga szemével, ami a másik hájogosat, mint egy takarja. Be is mutatkozom neki. Jó, az én nevem Karkas Hátan. Igen. Én Karalini Bastián vagyok, ő pedig a szolgálom, Szelena. Jó. Ezért még kapsz. Békével érkeztünk ide, egy térképünk van, amit megböklek, hogy mutasd meg neki. Felmutatom a térképet, közben diszkréten rátaposok Bastián lábára. Felsziszenek halkan. A béke jó. Kunyorogva nézek a térképe, de úgy tűnik, hogy a
az éppen maradt szemem azért éles. Kicsit, minthogyha összekapnám magam, és szúrósan öredek mind a kettőtökre. Kincsvadászok. Igen, azok volnánk. Vagy nem, nem, az már túl régen volt. Micsoda? Nem vagytok a vérivónak az emberei. Így összenézünk, már és hevesen rázzuk a fejünket. Volna. Hát a helyzet alapján meg tudom ítélni, hogy pozitív vagy negatív hangsúllyal mondta ezt a vérivónak az embereit. Dobjál érzékelésre. Ez egy nehéz próba. Megvan. Ez egy nem egy emberi lény. A testtartásából és a személynek a csillanásából úgy gondolod, hogy nem örülne annak, ha azok lennétek. Nem. De annak sem örül, hogy kincsvadászok vagytok, de az még rosszabb lenne, ha a vérivó emberei lennétek. Nem, nem. Mi egy szervezetet képviselünk, ami Kárgát gonoszságának áldozatait, azoknak a leszármazottait, az általa fölégetett városokat igyekszik restaurálni, és megszereztük ezt a térképet, és azt reméljük, hogy az összelopott kincseket így visszaszolgáltathatjuk azoknak, akik eredetileg volt. Legalábbis a leszármazottaiknak. Oda pisszegek, hogy Kárgásznak hívják. Nem azt mondtam? Nem. Mit mondtam? Kárgát. Ja. Igen, és ezen kívül is azért ezzel egy kicsit túllőttél a célon ez a történet. Bár ennek a lénynek tollas a háta, de ezt még ő sem hiszi el. Hazudsz. Kincsvadászok vagytok, gondolom. És az nem is lenne baj, de... De? Nem dobhatok a meggyőzésére esetleg? Nem, ez túlságosan... Én kérdőn nézek rá továbbra is, hogy de mi a gond ezzel? Ne törődj te a devel. Itt láthatod, nincsenek kincsek. Menjetek vissza a hajótokra. Semmi jó nem sül ki abból, hogyha... Összeszűkült szemmel Szelenára nézek, és megpróbálom fölmérni, hogy ő mit gondol, mihez kezdjünk a vénséggel. Hát a tekintetemből egyértelműen látod, hogy én továbbra is maradnék annál, hogy süssük ki. Panírozzuk be, és vigyük el tápláléknak. A tiszteletre méltó Roxor mester esetleg tudja, hogy hol van a kincs. Emlékszik még azokra a régi időkre, mikor ide rejtették? Nincsen kincs, csak halál. Ne kutassátok ezt. Menjetek békével. Azt mondtátok, azzal jöttetek. De elég sok tortúrán mentünk keresztül ahhoz, hogy ide jussunk, hogy most aztán egy szóra innen elmenjünk csak úgy. A tortúra építi a jellemet. Én inkább hátat fordítok a tisztelt Roxor mesternek és a nő. Nem tudok mit csinálni veletek. Néhány évvel ezelőtt erővel is elhajtottalak volna titeket innen, de ma már nem tudlak. Nincsen senki, aki engem követne. Itt én vagyok az utolsó. Menjetek innen békével, szépen kérem. Nem találtok odalent semmit, csak halált. Miért mondja ezt? Régen itt ejtették csapdába Kárgászt. Itt akarták csapdába csalni a társait is. És nem sikerült? Még itt kísért a szelleme? Ezt én nem tudom. Sosem voltam ott, ahol van, de semmi jó nem sül ki abból, hogyha bolygatjátok. Gonosz lény volt az. Jobb, hogyha mindenki elfelejti ott, ahol van. És ha megölnénk, legyőznénk végleg, örökre eltüntetnénk? A madárember fejét forgatva alaposan végig mértiteket. Úgy tűnik, hogy nincs lenyűgözve attól, amit lát.
faágaktól összekarcolt kutyaharapásokkal tartítok. Szóval nem úgy nézünk ki, mint megölni. Akik egy 500 éves szellemet itt lefognak mészáron. Megölnétek. Hát talán... Megtartóan gondolkodóba estem. No! Légy! Én Bastiant böködöm, hogy figyelj, mire ez itt kigondolja, hogy mi legyen. Addigra én is tollakat növesztek. Hazamennek a többiek addig. Na jó, mindegy, várjuk ki. Ő láthatóan ráér. Hát jó. Sajnos nálatok van a térkép. Sajnos? Miért sajnos? Előbb-utóbb úgy is megtaláljátok az utat befelé vele, ha csak teljesen ostobák nem vagytok. Én pedig nem tudlak elhajtani innen titeket. Talán jobb is így, de nem akarok itt lenni, hogy lássam a kudarcomat. Ha megtesztek nekem valamit, elárulom, hogy juthattok be. És mit kell megtennünk? Oda súgom Bastiannak, hogy nem én fekszem leveles tipistopi. Kísérjetek el, segítsetek, hogy eljussak a szoborig, Kroner szobráig. Ó, jártunk ott, tiszteletünket tettük Kroner Isten szobránál. Igen, ez jó. Kísérjetek el odáig, már nem tudok lemenni a lépcsőkön. A szolgálónő, mint látható, nagy és erős. Támaszkodj rá nyugodtan. Jó. Egy nem túl kedves szemvillanást lövellek feléd. Hátamra tudom kapni a fém varjút. Hát, hogyha megtámogatjátok, valószínűleg az is elég lesz. Jó. Csak lehet, hogy egy idő után elunnom azt a gyökkettőt, amivel haladunk. Nem tudom, milyen nehéz egy ilyen. Nagyon könnyű. Uh-huh. 30-40 kiló lehet az egész, annak ellenére, hogy magasabb mind a kettőtöknél. Nagyon vézna, könnyűek valószínűleg a csontjai is. Röpképes egyébként? Nem tudnak repülni már a rokszorok, a kezük félig szárny, félig kéz, siklani tudnak uh-huh. valamennyire, de hát ez már azt sem. Én hozom a botját, te meg segíts a mesternek. Föl tudom kapni? Vagy azt rossz néven veszi? Kifejezetten vinni akarod? Akár azt is meg tudod tenni, hogyha szeretnéd. Hát szerintem egy darabig támogatom, de mikor érzem, hogy ez körülbelül 2 napba telik így eljutni odáig, utána megpróbálom a kezembe venni az irányítást és a jó madarat is. Meglepetten fölkárog, nincs igazán jobb szó rá, amikor ezt megteszed, de nem tiltakozik. Innentől kezdve gyorsabban haladtok lefelé. Én cipelem a botját. Te hősiesen cipeled a botját. Szeléna, te hallod, ahogy magában motyog valami ismeretlen nyelven végig. Aztán odaértek. A szobor ugyanolyan, mint volt. Talán az istenek rendezték így. Még az is meg lehet, hogy éppen most jöttetek. Talán nem. De legyen, a tér közepére vigyétek oda a térképet. A kunyhómban találtok egy 8 szögletű fekete követ. Azt tegyétek rá a térképre. Meg fog nyílni az út lefelé. Én nem tudom, hogy mi van odalent, de azt mondják, hogy vannak más őrök is, és hogy odalent van a vérivó is. Az is lehet, hogy már csak mese. Meglátjuk. Meglátjátok, én nekem már mindegy. Esetleg van valami más hasznos is a kunyhóból? Elvihettek mindent, nekem már nem kell semmi. Elfordulok tőled.
kérdeztek még tőle valamit. Vissza ne kísérjük a kunyhóba? Nem lesz rá szükség. Akkor mehetünk. Jó. Elfordulok tőletek, és ismeretlen nyelven kántálni kezdek a szobor előtt. Változik valamit a szobor? Mentek vissza, vagy megvárjátok, mi történik? Hát egy pár percet szerintem várunk. Igen, kicsit várunk, de nem túl sokat. Az ismeretlen nyelven, feltehetőleg a saját népemnek a nyelve lehet, kántál a rokszor, és különös átalakulás kezdődik. Olyan, mintha megfiatalodna, bár látjátok, hogy ez nem valóság, de még csak nem is illúzió. Olyan, mintha a fiatalkori önmagának az árnyéka venné körül. Mégis lehet mögötte valami, mert hát úgy nézett ki, mint egy ilyen tollas ruhafogas, mikor letettétek oda, de egyre egyenesebben áll a botja nélkül, és rövidesen a két szárnyát is a magasba emeli. Csak kántál, és egyre erősebbnek, és életerősebbnek tűnik. Nem is a szobrot nézi már, hanem a szobor fölött a napot, ami majdnem a delelőjén van. És ahogy pislogás nélkül belebámul, látjátok, ahogy leég a szeméről a hályog. Aztán felgyorsulnak az események, és a madárember lángra kap a szobor előtt állva, és másodpercek alatt porrá ég. Hát. Egy hirtelen támadt széllöket elsodorja a hambait. Én így tátott szájjal bámulom, és nem jutok szóhoz, csak hüppögök, hogy... Szerencse, hogy jöttünk. Tartozik nekünk, és fölnézek az égre. Szerintem menjünk is, ne vesztegessük az időt. Úgy. Visszamegyünk a kunyhóba, és föltúrjuk jó alaposan. Szétnézünk a kunyhóba, hogy van-e számunkra használható dolog. Megtaláljátok a 8-ögletű fekete követ, valamiféle sejem-szerű anyagba betekerve. Ezen kívül sok más nincsen, élelem nagy mennyiségben. Madáreselesség. Szárított hús, bogyók, ilyesmik. Ami érdekes, az egy apró ládikában az oltára helyezetthez hasonló üvegcsékből találtok hármat. Kettő ugyanolyan, és a harmadik némileg különböző. Kettőben ilyen sötét, zöldes, szürke főzet van. A harmadik viszont inkább sárga, és majdnem teljesen áttetsző. Le vannak ezek teljesen zárva, le vagy ki lehet? Le vannak teljesen zárva. Tehát ha kinyitom, akkor... Nem, ki lehet nyitni, de le vannak dugaszolva, és viasszal le van pecsételve. Mm-hmm. Ha kinyitod, akkor feltetőleg azért mondjuk a dugó magában egy néhány hétig megőrzi őket, de... Jó, nekem abszolút nem ismerősek ezek a főzetek így első ránézésre. Dobhatsz intelligenciára. Ez egy extrém nehéz próba így. Ú, az a minusz 3? Uh-huh. Én is? Te is. Te plusz 1-jel. Hát ez egy dupla 6-os. Minden vasárnap ezt a főzetet szoktam főzni. Jó. Felismered, ahogy lötyögteted egy kicsit a színből és a viszkoszításából a benne levő folyadéknak, a kettő ezek közül gyógyfőzet. A harmadikat még így sem tudod meghatározni, de biztos vagy benne, hogy az is valamiféle varázsfőzet, és abban is, hogy pozitív hatása van, tehát nem méreg, vagy ilyes, vagy efféle. Én ki is próbálnám akkor. De melyiket? Te nem tudod, vagy te is tudod? Neked is megvan? Illetve, tehát amíg nem mondja el neked, ja, te valóban. Mik ezek a
Ez a zöld, ez valamiféle gyógyfőzet. Hát ártani nem árthat. És így le... Nem hangzik valami jól. Biztos vagy benne? 100%. A sárgáról viszont nem tudom. Ártalmatlannak tűnik, sőt hasznosnak, de a pontos célját nem tudom. Roxor Pisa. Egy gyógyfőzetet én örömmel vennék, mert ez a feljöttünk, lementünk, megint feljöttünk, és le van zúzva az egész vállam meg a hátam, ez kicsit már fárasztó. Én a másik gyógyfőzetet elrakom. Megeszom a gyógyfőzetet, igen. Rettenetesen keserű az íze. Megpróbálom egy belenyelni. Tapad a szád tőle szinte, de majdnem egyből érzed, ahogy kifejti a jótékony hatását. Egy életerőpontot gyógyult el. Az íze olyan, mint anyám főztjének, de a hatása jobb. Megropogtatom a szét zúzott ízületeimet. Hát, ha nem is jött rendbe teljesen, de mindenképpen jobban mozog, és a kisebb karcolások, meg zúzódások, amit az ágak okoztak, majdnem teljesen eltűntek. Jó, elrakom a másik főzetet, és mást már nem találunk, ugye? Hát más hasznosat nem találtok, kést, mindenféle eszközöket, de sem... Ilyen feljegyzései nincsenek az öregnek? Úgy tűnik, hogy nem készített ilyeneket. Akkor nyissuk fel szerintem a hét pokol kapuját. Mindenképpen. Szeretnéd te csinálni? Természetesen. Akkor hajrá! Jó, akkor beviszem a térképet középre, és a kristályt elhelyezem. Látod, hogy valóban egy nagyméretű és nyolcszögletű szimbólum található a tér közepén, és ahogy leteszed a térképet a középre, a térképen elkezdenek megváltozni a vonalak. Mármint, hogy átrendeződik? Igen. Én is figyelem, hogy mi történik. Egy sugaras jellegű ábra alakul ki, aminek a közepén egy nyolcszög van. Ahogy belehelyezed a fekete követ, belesüllyed át a térképnek az anyagán, és át a fehér mészkövön is, ami alatta van. Aztán a térkép és a kő van ugyanott, ahol eddig voltak. Térképen a térképnek az ábrája. Viszont a remegést éreztek a talpatok alatt, és szépen fokozatosan sziklalemezek húzódnak vissza. Nem tökéletes a mozgásuk, úgy tűnik már e felett is eljárt az idő, de nagyjából egy-két-három perc múlva egy lefelé vezető csigalépcső előtt álltok, és a csigalépcsőnek a tengelyén ott van a térkép, meg a fekete kő. Így rávigyorgok Bastianra, és úgy látszik, jobb, ha én kezelem a dolgokat, akkor így simán haladunk. És eközben előveszek egy fáklyát. Gratulálok, hogy rá tudtál tenni a térképre egy követ. Nagyon ügyes vagy. Hát, még mindig jobban járunk, mint amikor te próbálsz hősködni. Mert azzal eddig nem sokra jutottunk. Akkor legbiztosabb, hogyha megindulsz előre. Én követlek, ne félj. Jó, meggyújtom a lámpásomat. Én meg egy fáklyát. Fénygyújtatok mind a ketten, és akkor Szelenával az élen megkezditek a leereszkedést a föld alatti kazamatába. A csigalépcső meglehetősen magas, vagy talán inkább mély, és talán egy 15-20 métert is haladhatok lefelé, mire elértek az alját. Egy rövid és széles folyosó tárul elétek, ami a sötétségbe vezet. Egy irányú? Egyik végén a csiga lépcső van, és egy folyosó, úgyhogy igen. Tehát nincs elágazás. Jó, nem akkor... látok elágazást. És
nem tudom, bármi ilyen megmunkáltság jele, vagy csak simán a kőfal kiválva. Nincsen különösebben megmunkálva, úgy tűnik. Jó, hát akkor én lassan elindulok. Lassan elindulsz, és hamar rájössz, hogy ez a folyosó nem csak a fákja fényében tűnt rövidnek, valóban rövid. A sötétség egy jókora termet tár elétek, ahogy végigmentek a folyosón. A terem hasonlóan durván van kifaragva, mint a folyosó, vagy mint maga a csiga lépcső volt. Ami különleges, az egy jókora állványon álló bronzharang, ami a terem közepén van. A terem úgy tűnik, hogy többé-kevésbé négyzet alapú. A négyzetnek az egyik oldalán érkeztetek be ti. A szemközti oldalon úgy tűnik, hogy lefelé vezet egy lépcső. A másik két oldalon pedig két kapuszerű boltív található, annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy vakon végződnek a sziklában. Én így megvakarom a fejem, hogy hát én már ennek a bronzharangnak az árát is elfogadnám. Pont erre gondoltam én is, csak nem tudjuk levinni a hajóhoz. Felvinni még inkább a lépcsőn, ez túl nagy ahhoz, hogy elférjen a csiga lépcsőn. Nosza, kongasd meg! Még egy dolog is a szemetekbe tűnik viszont, ami ennél kevésbé vidám, és hát úgy tűnik, hogy végre lesz egy kis alapja a hagymázas történeteknek, amiket költöttetek idefelé jövet. A padlón mindenütt csontvázak hevernek. Régi csontvázak? Régi csontvázak kifejezetten, de úgy tűnik, hogy itt idelent semmi sem fért hozzájuk. Mennyi lehet belőlük? Több tucatnyi. És látszik rajtuk bármi, tehát, hogy törött csontok, de úgy törött, hogy valami behatás. Megvizsgálod a... Mindenképpen. Jó. Dobjál intelligenciára, plusz egyet hozzáadhatsz azért, mert van orvosi képzettséged. Hát basszus, megint dupla hatos, most már nagyon alaposan vizsgálok mindent. Jó, alaposan átvizsgálod az itt heverő testeket, és meglehetősen biztos vagy benne, hogy tudod, hogy mi történhetett itt. Ezek az emberek jó eséllyel tengerjárók lehettek, ezt a ruhájuknak, a felszerelésüknek a maradványából következtetett ki, és úgy gondolod, hogy valamiféleképpen csapdába eshettek ide lent. Több helyen találsz arra utaló nyomot, hogy egymást ölhették meg, de nem mindenütt. Ami viszont sokkal aggasztóbb, hogy több tetemnek a maradványain is találsz arra utaló nyomot, hogy megették egymást. Úgy gondolod, hogy feltehetőleg csapdába ejthették ezeket az embereket idelent, akik hát itt éhen haltak. Elkomorodik a tekintetem, ahogy így sétálok köztük, és folyamatosan kommentálom Bastiannek, hogy tengerjárók voltak. Közben odahajolok egy másik csontvászhoz. Mind itt ragadtak. Aztán az éjség megőrjítette őket. A végén már egymásból ettek. Legyünk a kicsit okosabbak, mint ők. Miért rekedhettek itt bent? Én is pont ezen gondolkozom, de amíg te vizsgálgatod őket, én a bronzharangot és a két boltívet vizsgáltam meg. Abban is meglehetősen biztos vagy egyébként, Szeléna, hogy ugyanúgy, ahogy a hajóroncsoknál az öbölben, ez is egyszer történt meg, és nagyon régen. Tehát nem az történt, hogy ide lejöttek úgymond több turnusban valakik, és mindig itt rekedtek, hanem ez egyszer történt meg régen, és valószínűleg azóta itt nem járt senki. Lehet az öreg varjú zárta őket ide. A bronzharang nagyjából két ember magas, és ugyanolyan széles. Óriási nagy.
viszont nyelve nincsen. Hát elsőre úgy gondolod, hogy ezt talán valami kalapáccsal, vagy valami hasonlóval kongathatták meg. Kicsit megkocogtatom így a kezemmel. Különös dolgot tapasztalsz, egyáltalán nem ad hangot. Az világos, se kezeddel nem tudnád megkongatni, de nem hallasz semmit, ahogy megkocogtatod. A harang alatt a földön van valami? Nem, nincs. Ez lóg ez a harang, ugye? A plafonról. Két sziklaoszlop van mellette, és egy azokon átvett vastag bronzrúdor lóg. És nem tűnik mágikusnak egyébként? Hát első pillantásra nem. Mozdítható amúgy, ha megpróbálom megnyomni? Hát meglökni. Nem tudod megmozdítani, ez nagyon nagy és nagyon nehéz. Ha kifejezetten neki veselkedsz, akkor megpróbálhatod megmozdítani, de úgy, hogy így csak megtolod, úgy nem. Hát de az egész nagy tárgyakat is meg lehet úgy kicsit lökni, hogy azt érezzem, hogy meg lehetne mozdítani, de igazából nincs túl nagy jelentőség ennek a kérdésnek. Te egyébként meglehetősen biztos vagy benne, hogy mágikus. Jó, és megnézem a boltíveket is. Ezek vakon végződő, nagyon rövid, tehát ilyen egyembernyi járatok a falban. A boltív úgy van megformálva, mintha ez egy kapu lenne, de nem vezetnek sehova. Mágikus tapasztalatom azt mondatja velem, hogy ha valahogy megszólaltatjuk a harangot, akkor itt térkapuk nyílnak a boltívekben. És mivel kívánod megszólaltatni? Nem kívánom megszólaltatni, nézzük meg a lépcsőt lefelé. Rendben. A csontvázak életre fognak kelni szerinted valamilyen formában, mint a kintiek? Ne romboljuk szét őket? Hát ha csak nem lopkodott szét őket, remélhetőleg nem. Egyébként meglehetősen sok értékes tárgy heverít össze-vissza, bár a többsége az elrozsdált, mint a fegyverek, hasonlók, de azért tehát a nemes fémek azok ugye nem nagyon rozsdásodnak meg, és pusztán ebből egy szép kis vagyonkát össze lehet gyűjteni, ami az. Hát legfeljebb, hogyha a V-Norknak a kincsét nem találjuk meg oda lenne, akkor majd visszafele összegyűjtjük. Aha, ja. Menjünk. A lefelé vezető lépcsőhöz léptek, és nyomban világossá válik, hogy ez egy kisebb terembe vezet. Nagyjából egy olyan 4-5 méter lehet a szint különbség, tehát nem egy hosszú lépcsősorról van szó. A lenti terem szintén többé-kevésbé négyzet alapterületű, de különös kialakítású. A közepe felé lejt a padlója, és középen egy 8-szögletű részt találtok, ahol egyetlen egy csontváz található. Ez nagyobb, mint az a kő, amivel be kellett ide jönnünk? Jóval nagyobb, tehát ez egy akkora hely, ahol egy jókora csontváz kényelmesen ki tud terülni középen. Ez egy ork csontváz? Dobhattok intelligenciára. A falakon... Megvan. A falakon egyébként körbe-körbe írást fedeztek föl, és a 8-szögnek a szélein is ugyanezt a szöveget, és valóban mind a ketten biztosak vagytok benne, hogy ez egy orknak a csontváza. Nagyon különös pozícióban fekszik, a hasán, a bal kezével úgy tűnik, hogy valamit a mellkasára szorít. A jobb kezét viszont kinyújtja, és az ujjával egy pontra mutat. Látjuk, hogy mi ez a pont, amire mutat? A szövegben egy szóra. Ez a szöveg, ez számunkra olvasható, értelmezhető? Igen, ez egy... meglehetősen ismert és hosszú ilyen fohász az istenekhez.
Te, Bastian, te úgy gondolod, hogy valamiféle mágikus szertartásnak a része lehet. Az a szó, pontosabban a rúna jel inkább, amire a csontváz ujja mutat, azt jelenti, hogy név. Akkor én hangosan azt mondom, hogy korát. Nem történik semmi. Én azt mondom, hogy kárgász. Továbbra sem történik semmi. Azt mondom, kimondom a saját nevemet. A semmi az, ami továbbra is történik. Néhány nevet felsorolok, ami eszembe jut. Úgy látszik, ez nem lesz olyan egyszerű, mint bejutni egy városba. Megnézem közelebbről a csontvázat, hogy mit szorít-e valamit a mellkasára ténylegesen. Nem tudod kivenni, hogy mit markol a csontmarkában. Ennek részben az is az oka, hogy egy díszes tunikát visel, ami ennyi idő múlva is éppen maradt, és az is ezen kívül felfedezed azt is, hogy egy még díszesebb és szintén teljesen épnek tűnő tengerész szabja is hever mellette. De ez nem minden. Így, hogy közelebb mész, még valami felkelti az érdeklődésedet. A csontváz nem a földön fekszik. Úgy tűnik, hogy valaki aláhalmozott nem kis mennyiségű értéket. Haladunk. Engem a szabja az meglehetősen érdekel. Még a vérivó nem volt a nevek között, és a vérivó korász. Kárgász. Már mondtam. Mondtad? Igen. A vérivó szóra sem történik semmi. Az igazi kérdés az, hogy hozzá merjünk-e érni a csontvázhoz. Igazából mindegy, hogy mire mutat-e, leszarom, hogy mire mutat. Hogyha le tudjuk pöckölni a csontvázat, akkor már mehetünk én is. Én mindenképpen rá röppenek a szabjára, és fölemelem. Selena, bátran vagy meggondolatlanul, vagy még inkább mind a kettő előre lendül, és meglepő módon visszapattan. Nem tudsz átlépni a nyolcszögön. Mi a fene? És megpróbálok hozzáérni. Több oldalról is megpróbálod, és olyan érzés, mintha félrelökne valami. Nem fájdalmasan, még csak nem is erőteljesen, de egyszerűen nem tudod átemelni se a kezedet, se a lábadat a nyolcszög által határolt vonalon. Én is megpróbálom ugyanezt. Ugyanezzel az eredménnyel. Megpróbálok valamit áthajítani az erőtérfal felett, ha ez lehet. Nem sikerül. Eltérül a röppájája. Te vagy a varázslómester. Mit lehet csinálni a mágikus falakkal, amik nem engednek hozzá a jól megérdemelt jussunkhoz? Bosszankodni lehet rajta, Selena. Bosszankodni. Az már nagyon megy. Melletted különösen. Na, helyben vagyunk. 6 gondolkozzam egy kicsit. Nem jutottam semmire. Annyit tudunk, hogy esetleg ez a szertartás, aminek a fohásza itt van, ez esetleg az összes istenhez, vagy kifejezetten ahhoz az istenhez szól, ami ennek a szobrát megtaláltuk. Nem kimondottan Kronerhez szól. Én megpróbálok összefüggést találni a csontváz pozíciója, az ujjának a mutatása és a szövegek között, hogy miért pont a név fonémára mutat a falon. Én elkezdem sorolni az istenek neveit. Megpróbálom az összes kulturális és arkán tudásomat kombinálva rájönni, hogy mit akar ez itt jelenteni ez az egész.
Jó, dobj el intelligenciára. 4. Jó, először is abban biztos vagy, hogy ez egy igencsak... Bocsánat, 5. Ez egy igencsak erőteljes mágia, amivel itt találkoztatok. A régi, erős, és arra egyaránt készült arra, hogy távol tartsa azokat, akik kintről befele akarnak menni, és azokat is, akik bentről kifele szeretnének kijutni. Ez már rosszabbul hangzik, ismét feldereng előttem az a félelmetes kép, hogy Szelenával összezárva töltsem el az utolsó napjaimat, és megborzongok. Az istenek neveire nem történik semmi? Nem történik semmi az istenek neveire sem. Meglehetősen biztos vagy abban is, Bastian, de Szelena így ennyi után te is, hogy nem egy névre van itt szükség. Tehát akik ezt készítették, azok egészen biztosan nem készítettek volna egy olyan falat, amit egy név kimondásával le lehet, tehát semlegesíteni lehet, mert akkor akit bezártak, vagy akit ki akartak zárni, az kimondja azt a nevet, és akkor kimegy. Tehát, hogyha ez itt tényleg a vérivó, aki itt bent van, és egy nevet kell kimondani ahhoz, hogy megszűnjön a fal, és ő ezt tudta, akkor kimondta volna a nevet. Biztos, hogy valami másra akart utalni ezzel. A szobában látunk bármi mást ezen kívül, ami a segítségünkre lehet? Nem, üresnek tűnik. Outban tudsz valami tippet adni? Úgy gondoljátok, hogy valami olyasmit akart elmondani azzal, hogy a név szóra mutat, amit egyébként, amire neki szüksége van ahhoz, hogy kijusson innen. Vért kell ígyunk, hiszen az a neve, hogy vérivó. A korgász az jelent valamit, orkul. Kárgász. Nem tudtok orkul, valószínűleg ez egy név. Biztos, na mindegy. Nekem ez az ötletem van, így áll egy kis vért, Szelena. Hát éppenséggel véres hurkát nem hoztam magammal. A te véredre meg nem igazán fáj a fogam. Így ad a sajátodat. Van kardod. Csak kóstold. Miért pont én? Te hoztad. Én hoztam magammal az öreget is. Nő vagy, hozzászoktál már a vérzéshez. Neked se fog ártani. Tűnik egyébként, hogy nektek kellene vért inni. Szerintem inkább neki van szüksége vérre, már pedig... Persze, hogy aztán föl kelljen, és akkor lőttek a kincsnek. Hát remélhetőleg lepattan a falról. De belül van a kincs is. Nekünk kéne átmenni a falon, és kihozni a kincset, úgyhogy ő benn maradjon, vagy még inkább soha ne is kelljen többet életre. De ha adunk is neki vért... Hogy adjuk oda? Nem tudunk semmit. Lehet, hogy a vér átmegy az erőtér fal. Próbáld ki, Szelena. Én biztos nem. Támadt egy ötletem. Te úgyis olyan kis csofat vagy. Te adod a vért, én meg közben rászegezem a botomat, aztán, hogyha véletlenül feltámadna, majd én jól agyoncsapom. Ez nagyon hatékonynak tűnik, ez az ötlet. Nem biztos, hogy számít rá. Mi lenne, ha én szegezném rá a botomat? Meg se tudod emelni a botomat. Nem a tiédre, a sajátomra gondoltam, de mindegy is. Nincs is botod, csak egy kis levélvágó tőröd van. Azzal nem sokra megyünk. Na jó, akkor ezt nem is forszíroznám, ezt a témát tovább. Próbálkozunk ezzel a vér dologgal, bár hogyan is? Szerintem. Mivel te vagy itt a mágiát űző, mindenképp a te véredre van itt. Jó, szükség. jó, legyen, oké. Egy picit megvágom az ujjamhegyét, megbököm finoman, óvatosan. Óvatosan és finoman megbököd az ujjadhegyét, és hát a keletkezősebb az már tényleg majdnem bibi. Ennek ellenére... Halkan azt mondom, hogy au... Ennek ellenére meghökkentő intenzitással spriccel ki a véred, és
A még inkább meglepő, hogy a földre hullva a vércseppek, amiknek a poros padlóba beivódniuk kéne, fürgén, mint egy kis patakocska megindulnak a fal felé. A fal felé? Mert az erőtér fal felé? A láthatatlan fal felé. És valóban a vér minden probléma nélkül átcsordogál. Na. A falon. Na ugye. Eléri az arcon heverő csontvázat. Tudálékos na ugye pillantással nézek Szelenára. Én visszanézek, hogy láttam, sikerült egy karcolásból artériásan vérezned. Nézitek így egymást. Azonban kezd aggasztóvá válni, hogy Bastian vérzése nem akar elállni. Nem áll el. El tudjuk kötni. Már éppen kezdenétek pánikolni, amikor szépen lassan mégiscsak abba marad. De viszont Bastian, gyengének érzed magad. Észrevehető mennyiségű vért vesztettél. Mínusz egyet kapsz a dobásaidra innentől. Jaj. Ez a vérivó nem hazudtolja meg a nevét. A csontvázon változik valami? A vér lassan csordogál át a falon, és odabent egy rajzolatot kezd el kialakítani a csontváz körül. Amikor a rajzolat teljessé válik, egy vörös villanás kíséretében az összes vér eltűnik, és a csontváz megmozdul. Lassan, nehézkesen tápászkodik fel, és miközben feltápászkodik, látjátok, ahogy a csontok köré egy testnek a körvonalai rajzolódnak. Az erőtér még fönnáll? Ezt nem tudjátok eldönteni, mert láthatatlan. Én böködném a botommal. Fennáll az erőtér továbbra is. Lassan talpra áll Kárgásznak a csontváza, és lidérces vörös fény gyúl az üres szemüregeiben. De mostanra már látjátok a valaha volt testének is a körvonalait. Bizarr az egész együttes, még annál is bizarrabb, mintha csak egy csontváz lenne itt. Látjátok a vörösen izzó szemű csontvázat, és körülötte a meglett testes orkharcosnak a sziluettjét is. Rátok szegeződik a halálon túli tekintet. Végre! Ti meg kik vagytok? Gratulálok, Bastian, végre valaki rád fanyalodott. Karálini Bastian vagyok, ő pedig a szolgálom, Szelena. Hajósok vagyunk, kalózok. Kalózok. Nem hallottam még rólatok. Hát... Az utóbbi 500... pár száz évet átaludtad, úgyhogy nem is hallhattál rólunk. Úgy, legalább 500 éve, hogy a legendás Kalóz király, vagyis te, nagy uram, itt fekszel. Évszázadok. Cserben hagytak az átkozottak. Nem kell aggódnod, mi már itt vagyunk. És mire megyek veletek? Nem tudom. Például arra, hogy az én véremből föltámadtál. Ha, ezt nevezett föltámadásnak. Hát... Nézd rám! Hogy nézek ki? Azért elég az félelmetesen. Az 500 évethez képest elég jól tartod magad. A figura bele boxol az erőtér falba, de ahelyett, hogy neki puffanna, vagy sercegne, vagy bármi férfiasat művelne, egyszerűen elcsúszik az ökle. Még ez is. Mi ez az erőtérfal, és hogy lehet lebontani? Fogalmam sincs. Nem tudod, kik zártak ide? De, azt igen. A vadászok. De hogyha ennyi idő eltelt, akkor...
ki tudja, hol vannak. A társaim cserben hagytak. Volt itt egy öreg rokszor. Fönt ott a lépcső tetején, vagy öreg. És mi van vele? Hát, ha ő az ismerősöd. Nem ismertem semmiféle vénkányát. A te idődben még lehet, hogy pejhes csirke volt. Olyat se. Hát jó. A többi medál. Mit kerestek itt valójában? Mert ezek szerint akkor nem engem. Hát a kincsedért jöttünk. Ó, igen, a kincsem. Jó, Alkut ajánlok. Igen. Hallgatjuk. Keressétek meg a többi medált. Kinyitom a csontmarkomat, amiben végig szorítottam valamit. Egy hatalmas 8 szögletű aranymedál van a kezemben. Hány darab ilyen van még? Természetesen 8. Ó. Csodás. Pontosabban 7. És hol vannak? A társaimnál voltak. Azoknál, akiket csapdába akartak ejteni azzal, hogy majd eljönnek kiszabadítani. Aha. Lehet, hogy ez nem is lesz olyan bonyolult. De halálos veszélynek kell kitennünk magunkat, ezért mit ajánlasz cserébe? A kincsemet. És mi a garancia, hogy ha kiengedünk, akkor nem szívsz minket szárazra? Hogy mit? Hogy nem ölsz meg minket. Semmi. Adhatom a szavamat, de úgyse hinnétek el. Miért akarnálak megölni titeket? Hogy ne vigyük el a kincsedet? Hogy jobban nézzél ki, mint most? Azért... Elvigyünk a szigetről? Ha kijutok innen, el tudok menni magam is. És van még elegendő kincsem, nem kell aggódni miatta. Ezek a tieitek lehetnek. Hát utána nézünk ezeknek a medáloknak. Nézd, hogy utána néztek, hogy akarjátok megtalálni őket. Megpróbáljuk. Szakavatott mesterei vagyunk a medálkeresésnek. Igen. A nehéz kivenni, de a csontváz meglehetősen zavarodottnak tűnik. Ti miről beszéltek? Csak várakozz, megpróbáljuk megtalálni őket. Vagy tudsz még valamit mondani a megtalálásukkal kapcsolatban? Szükségetek lesz hozzá erre. Mutatom fel a medált. Á, és ki tudod dobni onnan? A többiek valószínűleg már halottak. Remélem. Nem is remélem. Én akarom megölni őket. Remélem, még nem halottak. Mindegy. A medált át tudom nyújtani az erőtérfalon. Szelena, vedd el. Rád nézek, nem túl kedvesen. Uh-huh. Jó. Kárgasz, átnyújtod esetleg akkor ezt a csuda medált? Megemelem a 8 szögletű medált, és neki nyomom az erőtérfalnak. És most először látjátok a falat. Láthatóan megpróbálja visszataszítani a 8 szögletű medált, de az abban is igen erőteljes mágia lakozhat, mert Kárgásznak a csontkeze szépen lassan milliméterről milliméterre áttolja rajta. Jó, hát amint elérhetővé válik, én elkapom. Megragadod. Meleg és kellemes a tapintása. Értékesnek látszik egyébként? Nagyon értékesnek látszik, még ha nem lenne mágikus, akkor is ez egy tömör aranymedál, ami nagyon-nagyon cirkalmasan van díszítve. Ez elsőre nem látszott, mert apró filigrán kis rajzolatokkal van tele. Kezdetnek nem rossz. Hogy kell használni, hogy megtaláljuk a másik hetet? Érezni fogjátok, merre vannak. Hát jó. Visszatérünk, amint megvannak. Én megfogom a medált, és a kezembe szorítom, és már föl is megyek vissza a felsőbb részhez. Odakint az embereimtől vigyetek el, amit akartok. Nekik már nem kell. Várni fogok.
Jó. Jó, én már fönt vagyok. Felsiettek a lépcsőfokokon, és amint kiléptek az apró teremből, aggasztó dolog történik. Hangos és erőteljes konulást hallotok. És a csontvázak mozgolódni kezdenek? Ez az első gondolatotok, de nem. A csontvázak halottak maradnak, amilyen halottak voltak. A kondulás visszhangzik ezen a hatalmas termen, és fénygyúl jobbra is és balra is. Két félig áttetsző, kékesen fénylő alak jelenik meg. Egy-egy mind a két beugróban. Jó, hát én ránézek a medálra, és oda dobom Bastiannek, hogy nem nálam volt. Elkapom. Az egyik alak egy magas és páncélos, szigorú arcú nő, aki amint megérkezik, összeszűkült szemekkel végignéz a termen, és felkiált, hogy itt vannak végre a behatolók, aztán nektek ront karddal a kezdet. Hé, várj! A hangja különösen távolinak és ilyen visszhangosnak tűnik, úgy tűnik, hogy nem lenne itt teljesen. A másik beugróba viszont egy alacsony, kicsit kövérkés és igen fiatalnak tűnő, inkább fiú, mint férfi érkezett, aki tökéletes értetlenséggel és ilyetten pislog körbe, és semmi hajlandóságot nem mutat arra, hogy rátok roncson. Ő élőnek tűnik? Mind a ketten egyébként élőnek tűnnek, tehát nem olyanok, mint a kísértetek, vagy pláne nem olyanok, mint Kárgász volt. Állj, várj! Dobjunk kezdeményezést. A nő nem... úgy tűnik, hogy hallja, amit mondasz, de nem úgy tűnik, mintha hagyná, hogy bármi eltérítse a céljától. Nekem 4 megint. Nekem 6. És úgy tűnik, hogy ez a céltudatosság ez minden porcikáját áthatja ennek a hölgynek. Mert mielőtt bármit cselekedhetnétek, már támad is. Szelenát veszi célba. Yes! Aki a veszélyesebbnek tűnik kettőtök közül, és meglendíti a kardját, hogy a közeledbe kerül. Dobjál védekezésre. Akkor ez is 6. Felemeled a botot, és valamennyire sikerül is félrecsapnod a kardját, de nem vagy elég gyors, és bizony végigvágja az oldaladat. Egy életerőpontot veszítesz. Hey, de jó. És sikerül valamennyire kibillenteni, vagy bármi? Most cselekedhetsz te. Jó, akkor megpróbálom jobb belátásra téríteni a botomnak a végivel. Ezt kérlek, 11. A nő valószínűleg arra számított, hogy az első támadása már halálos lesz, és így szinte meg sem próbál védekezni. A botod eltalálja, és átsuhan az áttetsző éteri testén. Látod az arcára kiülő megdöbbenést, aztán egyik pillanatról a másikra eltűnik. Te jössz. Eltűnt a nő? A nő igen. Akkor a fickó felé fordulok, ő csinál valamit, a srác? A kezeit nézi értetlen arc kifejezéssel, meg tekinget körbe-körbe. De ez ugye néhány másodperc alatt történt, ami most történt. Közelebb lépek hozzá. Üdvözöllek. Karalini Bastian a nevem. Eddig jutsz nagyjából. Mert? Hát egy kör az 10 másodperc ja, nagyjából. Jó, oké. Okay. Megkondul a harang következő kör. A fickó még mindig a beugróban áll, és tovább épp most fordul feléd.
A másik beugróban viszont új kékes színű szellemalak tűnik fel. Ez egy férfi, de úgy tűnik, hogy hasonló vértezetet visel, mint az előbb a nő, és ugyanolyan agresszív. Nem lesz ez így jó. Oké, nem tudok mit csinálni. Szólok a... De nem. Kezdeményezünk? Nektek már van kezdeményezésetek, dobtam. Viszont úgy tűnik, hogy azért ő valamivel kevésbé céltudatos, és pillanatra megtorpan és felméri a környezetét. Ti jöttök előbb. Jó, hát ez egy nagyon kemény 4. Félreütöm a botodat a kardommal. Én a parancsvarázsomat aktiválom, és rákiáltok, hogy dobd el. Jó, dobjál. Ez így 5. Nem számítok a mágikus támadásodra, és teljesen a hatása alá kerülök. Messzire hajítom a kékesen izzó szellemkardot, ami abban a pillanatban, hogy kikerül a kezemből, semmivé foszlik a levegőben. A fickó, amint elmúlik a varázslat hatása, megrökönyödve néz a fegyvere után. Na, akkor beszéljünk. Én közben azt nézem, hogy látszik-e bármi, ami kongatja a harangot. Nem. Kik vagytok, és mit akartok tőlünk? Ezt nem tudod mondani, ebben a körben varázsoltál. Ja, azt hittem vége a csatának. Nem. Oké. Következő kör, megkondul a harang. A kövérkés fiú ekközben kilépett a beugróból, és felét fordul. Mégis mi ez az egész? És ekkor kondul meg újra a harang. Mind a két beugróban újabb kékes sziluett tűnik fel. Az egyikben egy vékony, ravasz arcú figura, akinek az arcán hasonló meghökkenés tükröződik, mint a fiúén, de ő nem áll földbe gyökerezett lábakkal, hanem villámgyorsan félrevetődik. Láttatok, nem tudja, hogy mi elől, de próbál menekülni. Az a biztos. A másik beugróban a kövérkés fiú mögött egy magas, fehér köpenyes alak jelenik meg. A kezében egy nagyon hosszú nyelű, nagyon furcsa kinézetű fegyvert tart, valami bizarr ilyen tüskés alabárd és buzogány keveréke lenne. Láthatólag ő is meg van döbbenve, de körbe tekintve úgy tűnik, mintha felfogná, hogy mi történik, és felétek lendül. Látszik a körülöttünk lévő csontvázaknál bármilyen ilyen kardszerű, tehát valami hatékonyabb fegyver, mint a bot? Hát valószínűleg találnál ilyet, de a legtöbb az el van rozsdálva, és most nincs időd nekiállni, keresgélni. Jó, melyikünkre támad? Én biztos messzebb vagyok tőle. Nem, az alabárdoshoz te vagy közelebb. Ó, oh. És remek. Rád is fog támadni még hozzá gyorsan. A fickó, aki az előbb jött át, ökölbe szorítja a kezét, és megpróbál azzal valamiféle sebet okozni neked. Jó. Ez várja védekezés, az... Ügyesség, de egy nagyon szart dobtam. Jó, a 6. Könnyűszerrel kikerülöd a parasztlengőt, amivel megpróbál valamit kezdeni ez a figura. Úgy tűnik, hogy ezúttal nem sok nem sikerült neki. Jó, kardja nélkül nem annyira nagy legény. Viszont a furcsa alabárdos alak előre lép, és megpróbál lesújtani Bastianra. 12. Még nem rázódott ő sem bele abba, hogy itt most egy harci szituáció vagy van kibontakozóban. Jócskán elkerül, és
hát hogyha valóban itt lenne az a tüskés, buzogányszerű dolog, akkor biztos nagyot koppanna a padlón. Én minden bátorságomat megragadom, és dicsőn elindulok a kijárat felé közben. Én is a csiga lépcső felé vetem magam. Jó. Rohanni kezdtek a kijárat felé. Halljátok, hogy újra megkondul a harang mögöttetek, és újabb kékes fényvillanások jelennek meg. Az fegyvertelen fickó megpróbál megállítani, de igazából esélye sincs. Az egyetlen megmaradt veszélyforrás az alabárdos, aki még egyszer utána csap Bastiannak, mielőtt kiérhetnétek innen. Halljátok ezeket a különös ilyen, mint hogyha valami messzi alagút végéből jönne, ilyen bádokszerűen eltorzított hangokat, amivel a kövérkés viszkó. De mégis mi ez az egész? Azonnal valaki mondja meg, hogy dobják kitérésre. 5. Szerencsésen felveszed a nyúlcipőt, és hallod, ahogy meglegyint a szele a szellemfegyvernek, de már nem tud elérni, és kirohantok a szabadba. Jönnek utánunk a szabadba is? Nem. Úgy tűnik, hogy miután felrohantatok a csiga lépcsőn, nem követnek titeket a napvilágra. Akkor egy nemzetközi középső újat azért még lengetek neki. És további harangkondulásokat sem hallotok. Na jó. Nekem az az ötletem, hogy szedjük össze ezt a 8 tallért, és menjünk innen. Mármint erről a szigetről. Hát igen, ez az egy is önmagában elég szép summa. Pláne, hogyha 8 darab lesz belőlük, és pláne, ha az egész történettel együtt eladjuk. Igen, igen, én is arra gondoltam azért itt a végén. Maga nagy kargasz személyesen. Alig tudtuk letépni a csuklódról. Hát igen, megküzdöttünk vele. És 100 feldühödött élőholt szolgájával. Igen, ide egy egész seregre van szükség. Igen, igen. Nagyhatalmú varázsló királyokra. Jó, nézzük meg, hogy meg lehet-e találni a többi tallért. Mit csinál? Ja, nálam van a tallér. Érzek-e valamit? Forgok vele körbe? Hát eleinte kalamolsz, meg hatonászol össze-vissza, de semmi sem történik, aztán felidézed, amit még a mestered tanított neked, és szorosan a kezedbe szorítva a varázstárgyat lehunyod a szemed, és koncentrálni kezdesz. Rögtön érzed a 7 másik 8 szögletű tallért. Merre vannak? Minden irányban innen. Milyen messze? De azt is, hogy nagyon-nagyon messze. Úgy tűnik, hogy a sok handabandázás, meg mesélés közepette, sikerült rálelnetek egy igazi, valóban epikus kalandra. Hogyha ezeket össze akarjátok gyűjteni, akkor az bizony hosszú időbe fog telni. Tehát nem a szigeten vannak, de hanem szerte a világban. Szerte a világban. De még valamit érzékelsz. A tallér, amit a kezedben tartasz, az egy tényleg nagy hatalmú varázstárgy. És úgy gondolod, hogy ha a többit sikerül összeszedni, akkor összeállnak valami még valóban nagyobbá. Egy észveszejtő kincs, nem is szólva arról, ami Kargász alatt még ott fekszik. És van rá reális esély, hogy ez még az életben összeszedjük ezeket? Hát ez bizony már a jövő zenéje. Mármint ezt így ránézek Bastiánra. Én arra vagyok inkább kíváncsi, hogy kicsit a valóság talaján álljunk, miután elmondtam neked ezeket az érzéseimet, hogy micsoda epikus tárgy került a kezünkbe, hogy ha mondjuk nálam van, tehát hogy szerintem a szellemek meg a harang a tárgy miatt kondultak meg. Mi lenne, ha várnánk egy kicsit, és visszaóvakodnánk, hát ha már hazamentek,
a tárgy nélkül, és azért ott még hevert néhány dolog azoknál a csontvázaknál, hogy azért mégse ezzel az egy érmével térjünk vissza a hajóra. Esetleg berakhatjuk a varjú uraság kaibájába valami. Nem, nem, én itt tartom fönn, menj le, nézd meg, hogy vannak-e még szellemek. Olyan jó ötleteid vannak ma, egészen lenyűgöznek. De tudod mit? Egy fene, miután kivéreztetett az a vén ork. Jó, tudod mit? Itt hagyjuk a lépcsőn, tehát nem nagyon láttam erre fele senkit, aki elhordaná. Jó esély. Az utolsó, aki ezen a szigeten élt, az a vénséges Roxor volt. Ha csak egy kúsza csúka csapat nem érkezik, akkor... Ugye sakál. Várjunk egy fertály órát, aztán nézzük meg, hát ha össze tudjuk szedni lent azokat, amiket a kalóz elődeinknek már nincs szükségük. Rendben. Így teszünk. Lassan telik el azért az a fertály óra, és még lassabban óvakodtok lefelé a lépcsőkön, minden pillanatban megállva, hallgatózva. De úgy tűnik, hogy Bastiannak ezúttal jól forgott az agya, és valóban nyomuk sincs a kékesen derengő szellem alakoknak, és nem is jelennek meg újra, ahogy óvatosan egyik lábat a másik után helyezve beóvakodtok a csarnokba. Akkor... És kezdetét tied a jobb oldal, enyém a bal oldal. Harácsolás. Miután összeszedtünk minden létező kincset, ami kincsnek tűnik, itt azért én megemlítem még, hogy Selena, tudod, mi lenne még nagyon baró? Itt ebben az ősi epikus sírkamrába paráználkodni egyet. Fölkacagok. Akár bent Kárgász? Kárgász. Kárgásznak a kamrájában, az még perverz is lenne. Hát esetleg, ha letérdeszel és lecummantod, akkor egy hihetetlenül nagy parázna élményben lesz részed. Csak utánad. Sajnos azt nem tudjátok, hogy a sperma átmegye az erőtérfalon. De kipróbálhatod. Ja, nem, nem, nem. Valami nőre gondoltam. Persze nem rád, jó lenne, ha itt lenne valami nő. Hát, mivel férfi jelenleg nem tartózkodik a szigeten, ezért szerintem ezt el is vethetjük, ezt az ötletet. Azért a hajón elmondhatjuk, hogy két szellem alakkal paráználkodtunk ebben az ősi sírkamrában. Igen, mind a kettő téged erőszakolt. Nem, én egy gyönyörű tündérnek a szellemével, te pedig valamilyen kutyafejű gnollal. A tündér hercegnőnek tüskés nemi szerve volt, ami kissé megcsócsálta az amúgy is viseletes és csoffat szerszámodat. Így évődve gyorsabban telik az idő, míg szépen lassan összeszedtek minden mozdíthatót, ami értéket képviselhet, és bár a Kárgász alatt heverő kincshalomhoz képest ez azért viszonylag szegényesebb zsákmánynak tűnik, de panaszra nem lehet okotok. Ebből aztán akár hónapokig dorbézolhattok, ha úgy tartja kedvetek. Szóljunk az orknak, hogy egy kicsit tovább leszünk el, mint gondoltuk. Szerintem ráér. Benéztek egyébként abba a kamrába? Én benézek, igen. Kárgásznak újra csak a csontváza fekszik a földön. Ó, hát akkor ráér. Úgy gondolod egyébként, hogy emiatt volt annyira meg rökönyödve, amikor közöltétek, hogy jó, kimegyünk, aztán mindjárt jövünk vissza a meddálokkal. Én abba voltam, hogy nem tudja, hogy itt vannak a társai fönt a felső szinten, és náluk lesznek ezek a meddálok. Igen, de nekem is meggyőződésem volt, hogy ez egy egyszerű meló lesz. Mint ahogy a Roxor is mondta, a társait nem sikerült csapdába csalni. Nem is azokat a társait, akiket akartak, úgyhogy ők feltehetőleg sosem jártak itt. Jó. Mennyi az idő, mire mindezzel végzünk? Hát késő délután van már mindenképpen. Hát akkor szerintem
Én tudok itt éjszakázni, eregessünk füstjeleket. De igazából vissza is tudtok érni a sötétedésre nagyjából a hajóhoz. Szerintem érjünk vissza inkább. Jó. Kincsekkel, történetekkel, és hát egy nagy adag lehetőséggel megrakodva érkeztek vissza a csendes kisöbölbe, és hát a visszaérkezésetek látványa elég ahhoz, hogy néhány bevállalósabb tengerésztársatok vállalkozzon arra a hősítetre, hogy elcsónakázzon a partig, és visszavigyen titeket. A hajón aztán van nagy ámélkodás, csodálkozás, és irigy és kabzsi pillantások tömkelege a kincsről. És hogy mit kezdetek vele, és hogy mit kezdetek a felmerülő lehetőségekkel, hát az viszont már egy másik történet. Na, hát köszönjük szépen a történetet. Köszönöm, hogy játszottatok. És reméljük, hogy élveztétek ezt a kis szösszenetet. Köszönöm szépen a mesét Cebe Gábornak. Sziasztok! És köszönöm szépen a remek szóbeli csatározásokat kalandozó társamnak, Murányi Pálnak. Sziasztok! Sziasztok!